Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. A NASA expedícióról beszélgetünk, és arról, hogy elvileg a NASA kicsit nagyon álmodott, szerintem is túlzó ez a vágy, de hogy 2030 körül embert küldene a Marsra. December 4-én egyébként már tesztelnek majd egy Oriont, ami ugye felszáll, ez még egy ember nélküli teszt lesz, és hát ezt a kapszulát már úgy tervezték elvileg, hogy alkalmas lehessen a Föld-Mars közötti távolság leküzdésére, és arra, hogy embert vigyen a Marsra. Hát számos kérdés, ugye, ami az ember fejében megfogalmazódik. Mi lesz ott, mennyi az odaút, mennyi a visszaút, hogy jönnek vissza, mit csinálnak ott, túlélhető egy ilyen expedíció, miért nem a Holdra mennek például először? Mert ott már voltak. Az már hát, ha voltak, igen. Jó, hát most ezzel lehet vitatkozni, de elméletileg ott már voltak, tehát ha te be akarod írni magad az űrhajózás nagykönyvébe, akkor nagyobbat kell álmodni. Az is nagy kérdés. És mártírrá kell válni adott esetben. Hát, benne van a pakliban. Az is nagy kérdés egyébként, hogy ők látták a felszállt az Orion. Igen, és ezért lett... Akkor ezért nyilván lett majd McLean lesz benne a parancsnok. Így van. Na, van egy kis segítségünk a témában, ehhez azért kevesebbet értünk. Dr. Sík András marskutató, sokszor beszéltünk már vele. Hello András, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Nánu, köszöntöm nánu. A hallgatókat! Hello, jó reggelt! Na, mi volt az első gondolatod, igen, Nanu, amikor meghallottad, hogy a Marsra menne egy expedíció 2030-ban? Hát nagyon sajnálom őket, mert nem lesz könnyű dolguk. Borzasztóan hideg van, nagyon kicsi a nyomás, és nem nagyon van oxigén a légkörben, úgyhogy nagyon kis esélyük van arra, hogyha kimennek utcai ruhában sétálni a felszínre, akkor életben maradnak. Talán ennél a NASA is tovább gondolta egyel a dolgot, mint hogy utcai ruhában küldjön három, egyébként nem űrhajós. Oxigén nélkül. Oxigén nélkül, igen. Mennyi az odaút? Kezdjük innen, nézzük részleteiben, hogy ez hogy néz neki. Mennyi ideig menne? Nagyjából 8-8 és fél hónap, tehát mint egy terhesség itt a Földön. Körülbelül addig tart az odautazás. Akkor át tudod most élni, Balázs. Az nagyon jó lenne, igen. Na most nyilván földi viszonyok közepette 8 hónap hamar elmegy. Ott 4-5 ember összezárva egymással, az már egy komoly pszichológiai teszt, hogy ez mondjuk hogy kibírható, nem? Ez a könnyebbik része, sőt erre már csináltak is egy tesztet Oroszországban, a Mars 500 kísérlet arról szólt, hogy összezártak egy kis kabinba 6 embert, akik valós időben élték végig a Marsra odautazás 8 hónapját, a marsi felszíni tartózkodás körülbelül 2 hónapját és a hazaútnak a hasonlóan hosszú idejét. Hányan életben maradtak? Mind a hatan életben de maradtak. Jó. Kisebb konfliktusok voltak, és valószínűleg könnyebbséget jelentett, hogy 6 férfiről beszélünk. Tehát, hogy nők nem voltak a csapatban. Hát akkor nem volt túlterheléses vizsgálat, nem volt ott senkinek az anyósa. Igen. Nem, szerintem el tudták viselni egymást. Ez az expedíció egyébként miről szólna, mi van a NASA fejében, hogy oda mennek, ott maradnak, és nincs visszaút, vagy oda mennek, leszállnak, csinálnak ott valamit 20 nap alatt, aminek igazából túl sok értelme nincsen, mint adatgyűjtés, mert mondjuk benépesíteni nem lehet a Marsot, majd valamilyen csoda folytán elindulnak visszafelé. Ők ezt hogy gondolják? Hát azért itt komolyabb dolgokról van szó, mint hogy 20 napra elmenjünk vakációzni a Mars felszínére. Inkább úgy mondanám, hogy ki kell fejleszteni azokat a technológiákat, amelyek ezt lehetővé teszik. Ugye a mai kísérlet, az Orion űrhajónak az első ember nélküli felbocsátása, ezen a hosszú úton tesz egy lépést előre. És hogyha minden technológia rendelkezésünkre áll majd, tehát az odajutáshoz szükséges rakéta, ami most még nincs meg, az ott tartózkodáshoz szükséges bázis, ami még szintén nincs meg, és a hazajutáshoz szükséges jármű, amit magunkkal kell vinni, ami és majd onnan meg kell felbocsájtani a Marsról, ami még szintén nincs meg, akkor gondolkozhatunk el azon, hogy tényleg elindulunk-e a Mars felé. Mi van meg? A terv. Most elkészült az Orion űrhajónak néhány berendezése, például a hővédőpajzsa, például a fedélzeti számítógépe, és az a hardware, amiben majd mindezt bepakolják. Uh-huh. És van egy táncoló Elvis figura, amit a szélvédőre fognak rátapasztani. Igen. Úgyhogy magyar idő szerint kb. Délután 1 órakor lesz a felbocsátás a Kennedy űrközpontból, és ez az űrhajó kétszer megkerüli a Földet, kb. 5000 kilométerre távolodik a felszíntől, és aztán visszatér, fékező ernyők kinyitása után leszáll valahová az óceánba. De jó. A NASA miért nem úgy gondolkodik, hogy épít egy bázist a Holdon, megnézi, hogy mi működik, mi nem működik, azt letesztelik, és amikor az sikerült, és mondjuk ember létezett a Holdon egy hétig, egy hónapig egy űrbázissal, akkor azt áttelepítik a Marsra. Tehát miért egyből a Mars? Nagyobbat szól, vagy jobban promózható, vagy miért?
szerintem felvennének téged mérnöknek a NASA-hoz, mert pontosan így gondolkodnak ők is. Miközben... Bocsánat, hát elnézést. Na, hát ezt most nem tudjuk, hogy a Balázs dicsérete vagy a NASA kritikája, de köszönjük. Igen, miközben fejlesztik azokat az eszközöket, amikkel majd el lehet menni a Marsig, közben dolgoznak azokon a terveken is, hogy a Holdon hogyan lehetne egy állandóan lakott bázist létrehozni, és ott kipróbálni a felszerelés egy részét. Hiszen, hogyha gond van, a Holdról sokkal könnyebb hazahozni az embereket, vagy hogyha utánpótlást kell küldeni, vagy elromlik valami és pótolni kell, a Holdra sokkal könnyebb eljutatni ezeket az eszközöket. Figyelj, azt mondtad, hogy ez az űrhajó fel fog szállni, párszor megkerül a Földet, aztán pedig fékezőernyőkkel leszáll. Ez nem kicsit olyan, mint hogyha mondjuk egy maratoni futóval kipróbálnák azt, hogy tud-e mondjuk 1500 métert futni, tehát hogy egy olyan dolgot tesztenek, ami már azért ment egy párszor. Ilyen már volt. Hát ez a hardware még nem volt föld körüli pályán, de egyébként a kritikus fázis az pontosan a földnek az elhagyása, tehát az indítás, a Marsra való leszállás, illetve majd a Marsról való elindulás és a földre való visszatérés. Tehát ezek percekben mérhető fázisai a küldetésnek, de ezek a legkritikusabbak. Hát azt most előre nem kell kipróbálni, hogy 8 hónapig utazik a világűrben a jármű, hiszen ott állandóan hideg van és állandóan erős a sugárzás. Uh-huh. Ezeket pedig rövid idő alatt is ki lehet próbálni, hogy bírja-e. Mondjuk a fékezőernyővel való leszállás, bocsánat, az sem nagyon reális a Marson, mert hogy tudjuk, hogy ott viszonylag nincs légkör. Ritka légkör, ezért lesz szükség majd több fékezőernyőre, de ne felejtkezzünk el arról, hogy 2012-ben a Curiosity rover, ami most is a felszínen dolgozik, az már fékezőernyővel szállt le. Fékezőernyőt használt a lassításhoz, meg persze rakétákat is, szemben a korábbi roverekkel, amik meg ilyen légzsák burkolatot fújtak fel maguk körül, és pattogva érkeztek meg a felszínre, 10 percig össze-vissza gurulgattak egy ilyen légzsák burkolatban. Annál rosszabbat nem tudok elképzelni egy emberes leszálló egységnek. Azt tesztelték már egyébként, hogyha leszállna egy ember a Marson, mennyi ideig tudna életben maradni? Kafanderben, vagy csak úgy? Nem, utcai ruhában. Leszáll az űrhajóval, és mondjuk nincs visszaút. Hát az utcai ruha talán túl laikus kérdés lenne. Igen, röviden nem katonacipőben. Nem kérdezünk egyre hülyeséget, igen. Nem, leszáll egy ember, ott vitte a kis csomagját, ott van, hogy mennyi, 20 nap, 50 nap, 80 nap, amíg ő életben tud maradni? Hát, hogyha van egy jó bázisa, akkor akár hónapokat is kihúzhat megfelelő mennyiségű élelmiszerrel és vízzel. Tehát itt a sugárzás ellen kell hosszú távon védekezni, illetve rövid távon a légnyomás hiánya, hogy a légkör hiánya, vagy gyakorlatilag a légkör hiánya, és alacsony hőmérséklet jelent problémát. Na most miért nem gondolkoznak olyan van, hogy mondjuk valaki elmegy, elkezdi ott összerakni a dolgokat, és ott marad. Tehát mi egy emberélet ahhoz képest, hogy mondjuk 100 vagy 200 vagy 300 év múlva mondjuk milliárdok éljenek a Marson. És keresnek olyan embereket, akikben nincs benne a visszaút, vagy nem akarnak visszajönni, rengeteg pénzt spórolnak, nem kell az indító rakétákat visszafelé is elsütni, hanem azt mondják neki, hogy gyere barátom, de te nem jössz vissza, ott kezded majd el fölépíteni a kis bázist, megy a következő ember, ő is ott marad. De nektek nincs visszaút. Vannak ilyen forgatókönyvek is. Hát egyrészt az önként jelentkezőkben lehet bízni, csak hát, hogyha útközben meggondolják magukat, akkor az eléggé... Hát, már nincs visszaút. Nem egy win-win szituáció. Másrészt elítéltekben lehet gondolkodni. Hát, hogyha én börtönbe kerülnék, biztos szívesebben mennék el a Marsra, mint sem, hogy végig bent legyek egy cellában. Tehát felmerült már, hogy olyan bűnözőket küldjünk a Marsra, elméletben felmerült, akiknek ez jobb lenne, mint hogyha 40 évet töltenek mondjuk egy cellában, viszont mégis hasznos dolgot végeznek az emberiség. Megvan számára. A telefonbeszélgetés, hogy Jack, minden rendben, igen, itt vagyok most már, most jött a harmadfokú, mégse vagy így bűnös. Igen. Figyelj, biztos... John, sikerült valamit kiépíteni? Igen, egy dealer hálózaton, bakker. És betörtem két trafikba. Igen. De nyilván lenne egy-két tudós, aki mint önkéntes ezt magára vállalná, hogy az első ember, aki igen, leszáll a Marson, hát szerintem azért van egy-két tudós, akiben él ez a fajta szellemiség, hogy gyerekek, én mennék, hadd legyek én az első, hát nem kell feltétlenül rabot küldeni, nem? Bizonyára, de aki azt gondolja, hogy elmegy és soha nem akar visszajönni majd, szerintem nézze meg az Interstellar című filmet, most járták a mozikban. Nagyon jó bemutatja, nagyon jó bemutatja, hogy még a legelvakultabb tudós is előbb-utóbb a Matt Damon ugye visszavágyik a földre, és bármit megtenne.
annak érdekében, hogy visszajusson. Igen, ott ugye arról szól, hogy a NASA elküld embereket, nem lövöm el, hogy miről szól a film, és elküldenek, mit tudom én, 4 embert 4 különböző bolygóra. És csak akkor kell neked jelet küldeni, ha szerinted az a bolygó élhető, mert akkor oda megy majd a következő expedíció. És többen küldenek jelet, és kiderül, hogy néhányan hazudnak. Azért küldenek jelet, mert nem a bolygó élhető, hanem hogy értük menjenek el, bizony, és mentsék ki őket, és Matt Damon, ugye, mint tudós, ő is azt mondja, hogy tudtam, hogy a bolygó nem élhető, de kellett küldenem jelet, hogy gyertek, elértem. Tehát saját magát menti aha ki. Igazából az egy nagyon, nagyon jó kis rész. De most tehát, ilyet, ha már filmekről beszélünk, hadd ajánljam a Marsi című könyvet, na, ami már kapható. A szerző Palik László. Nem, és pont arról szól, hogy egy űrhajós a Marson ragad, és meg kell próbálnia túlélni, és igen, nagyon jó tudományos szempontból alátámasztott részletek vannak benne arra nézve, hogy egy szkafanderben, egy rosszul működő bázisban hogyan lehet mégis átvészelni azt az időtartamot, amennyi ideig meg nem érkezik a következő mentőegység. Ki játszik ebben a filmben? Nem ismerem, vagy nem hallottam róla. Nem tudod véletlenül? Marsi? Én szerintem a főszerepet a Matt Damon játsza, és most forgatják a filmet Magyarországon. A Ridley Scott rendezi, úgy tudom. Bizony. Így van, a Ridley Scott-tal forgat most a Matt Damon. És ennek van egy, tehát egy könyvadaptáció? Ennek van egy ez egy könyvnek aha az adaptációja, ami azt hiszem 2010-ben vagy 2011-ben jelent meg. Először csak az interneten volt letölthető, és akkor a siker volt, hogy utána árulni kezdték kemény borítós változatban is, most már magyarul is elérhető. Te egyébként, mint marskutató, te elmennél? Mint tanársegéd, természetföldrajzi tanszék, tanársegédját, annyira hivatalosnak tűnik, uh-huh, doktorként, azt mondanák, egy helyes kollégínába? Részt vehetsz egy ilyen expedícióban, leszállhatsz a Marson. Nem biztos, hogy vissza tudtok jönni, de megadunk minden lehetőséget, hogy az elvi visszatérés az mondjuk sikerüljön. Adjuk az indító rakétákat, adjuk a felszerelést, elvileg, ha nem hibásodik meg semmi, visszajöhettek mondjuk fél év után. Mennél? Én ismerem annyira ezt a technológiát, a mostani technológiát, hogy ezzel nem feltétlen indulnék útnak. Körülbelül 30-40 év múlva, amikor a marsutazás már viszonylag hétköznapi dolognak számít majd, mintha mondjuk most elrepülnél Dél-Amerikába vagy az Egyesült Államokba, akkor nagyon szívesen felszállnék egy ilyen turista járatra, de azt hiszem, hogy ilyesfajta úttörő szerepre nem feltétlenül vágyom. De te lennél a Sík András repülőtér később ott, vagy űrleszállópálya a Marson, ez se érdekel? Hát, kevésbé most, gondolom. Annyi más dolgom van még itt a bolygón, úgyhogy nem feltétlenül lehagynám ezt. Mert szobor esetleg az MTA aulájában? Nem, köszönöm. Na. Viszont, valami más. Viszont egy fontos kérdés, hogy elvileg, ha ott tudunk levegőt csinálni, tudunk majd a Marson található jégből vizet csinálni, elvileg 100 vagy 200 év múlva valós alternatíva lehet szerinted, ha elhasználjuk, megmérgezzük a Földet, amit ugye rengeteg filmben látunk, és ez egyfajta kollektív tudat lehívás, hogy az ember filmre viszi azt, ami valójában megtörténik majd 200 év múlva. Elvileg alternatíva lehet szerinted 200 éven belül mondjuk a Marson élni a Föld lakóknak? Ez nem egy ilyen ideális alternatíva lesz, amit szabadon választunk, hanem ha úgy alakul, ha kényszerhelyzetbe jutunk, akkor az egyetlen reális alternatívának tűnik jelenleg, de szerintem önként és dalolva nem fogjuk vállalni, csak hogyha muszáj elhagyni a bolygót. Hány filmben megfilmesítették ezt, nem? És milyen érdekes, hogy valójában azt filmesítjük, amiközben lehet, hogy valósággá válik, vagy megtörténik. Nagy, érdekes nagy verekedés dolog lesz a helyekért, csak szólok. Hát, és itt hát nem, itt... lesz annyira kellemes azért a marsi bázisokon az élet. Ugye nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen napsütötte, ideális zöld fűnő és egy üvegbúra alatt lakunk. Valószínűleg először ilyen felszín alatti bányákban vagy üreg városokban képzelhető egy marsi kolónia. Ki látta a Total Recall, az Emlékmás című filmet még Arnold Schwarzeneggerrel, annak lehet egy víziója arról, hogy milyen lesz majd az élet ezekben a marsi üregvárosokban. Nem olyan rossz, hogy voltak három mellű nők is. Kétségtelen, igen. Igen. És akkor itt jön be az a kép, amit egyébként szintén nagyon sok rendező ugye feldolgozott, mert megfilmesített, hogy a gazdagok tudnak majd menni, és egy jobb életet kapnak, hiszen van pénzük megváltani, vagy lesz pénzük megváltani az utat, és kifizetni egyet. Akár egy olyan tulajdonképpen, hát hogy is mondjam, űrbázis, ami a Föld körül kering, de már sokkal élhető, és a szegények pedig elkezdenek itt maradni, szépen itt ölik egymást, és megy a harc a túlélésért. A District 9 rendezőjének volt egy új filmje, szintén a Matt Damonnal. Igen, Neil Blomkampnak. A Neil Blomkampnak, igen, az nem ennyire jó film, de pontosan erről szól az is, hogy a Föld körül kering már egy űrállomás, ott laknak a gazdagok, és a Földön itt maradtak, az Elysium, igen. Láttad az Elysiumot?
Hogyne, természetesen igyekszem ezeket mindig megnézni. És a 9-es körzet, District 9? Nem filmeztét a tudósért. Jó, tudod, hogy imádom a filmeket. Nézd meg a 9-es körzetet, ha nem láttad, András. Láttad a District 9? Hogy nem láttam volna, persze, hogy láttam. Na jó, András, most már tényleg fordítsuk komolyan a szót. A véleményed szerint neked, mint tudósnak, mi a véleményed? Mikor alakulhat meg az első szinkronúszó klub a Marson? Pontosan nem tudom, viszont egy taxiban ülök, és a kedves taxisofőr úr azt mondja, hogy ismeri a Janit, és jókat mesélt róla, amíg idefelé jöttünk. Mikinek hívják, és üdvözli. Aha, és alá már, ha kifizetném azt a taxit. Igen, adott borra lóksz egy éve. Adott borra valót, vagy nem adott borra valót, igen. Na jó van, András, érdekes dolgokat mondtál, az ember eljátszik a gondolattal, de lehet, hogy ez 20-30 év múlva már valóság. Közelebb van, mint gondolnánk. András, nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked. Én is köszönöm, és annyit mondjunk el a hallgatóknak, hogy éppen ma a Magyar Asztronautikai Társaság, a MANT, egy ismeretterjesztő rendezvényt szervez, délután 3 órakor a Műszaki Egyetemen. Az lesz a címe, hogy az űrkutatás napja. Előadások lesznek, és lehet találkozni fiatal űrkutatókkal. Tehát akit érdekel, az menjen fel a www.mant.hu weboldalra, és ott megtalál minden információt. Jó, azért csak benyögted. Ugye, ezen a helyen én találok valakit, aki ért a távcsövekhez? Találsz, igen, találsz, akár engem is. Értesz hozzá, András? Igen, délután, 3-tól. Csak akarom mondani, hogy ezt éve megbeszéltétek az Andrással, hogy meg most már hozzád. Veled ezt már megbeszéltem, András, hogy egyszer eljössz és elmagyarázod nekem, hogy mi az a hatalmas ionágyú lent a garázsomban, amit nem tudok kezelni? Van egy rohadt nagy távcsövem egyébként, házasságunkra kaptuk ezt így a családtól, és nem tudom kezelni. De te olyan, ez egy jó mondat, ez a van egy hatalmas távcsövem, ezzel még De nem hívhatlak, ha szeretnék mondjuk egy nyári estén már nem veled romantikázni, hanem mondjuk a fiammal belenézni, hogy tudjam, hogy miben nézünk. Értesz hozzá tényleg? Nagyon jó. Hát akkor lehet, hogy... Konyitok. Fia, ott áll 5 éve a garázsában ez a távcső. 5 éve, érted? Ilyen távcső nincs Magyarországon, a parlagon hever, tehát te fogsz neki a legjobban örülni. András, nem túlzok. Ketten vittük le a garázsba, mert nem vittük el. Nem hiszed el, hogy ez mekkora. Kérlek egy kis segítséget, jelentkezem. Jó? Lencsés távcső vagy tükrös? Tükrös. Jó, nagyon jó, akkor megnézzük. Még ja, ha a lencsés, akkor dobjam ki. Igen, a lencsés, akkor az gagyi. Tükrös, akkor a tükrök vannak benne, döbbenet egyébként. Szuper, rendben. Akkor kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak, nektek is. Köszönjük, András, vigyázz magadra, köszönjük, dr. Sik Andrással beszélgettünk. Ciao, hello. András jó arc, nagyon nem? Nagyon jó. Szeretem, amikor egy kutató közben ennyire laza, de jókat mond. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, kaptunk levelet, és olyan valakitől, akitől soha nem akarsz levelet kapni. Nemzeti Adó és Vámhivatal, a gyerek. Nem mondd már, kaptad. Már valaki átvette. Basszus, hát az a mi titka, a hogy ezt nem kell átvenni. Ajánlott, érted, tehát ahogy ott van a kezedben, már utolértek. Az a baj, hogy valaki vagy a portás volt amatőr, vagy a Laci, nem tudom, Sebestyén Balázs és műsorvezető társai részén. Mi csak úgy itt vagyunk. A nevünket nem tudják, maradj csöndben. Ennyi. Tegnap te kimaradtál belőle, de mi belerángattunk azért 9 óra után, egy kicsit beszéltünk a navas stresszlabdákról. Kedves Balázs, Feri és Jani. Mondjuk el ennek az előzményét, ugye tegnap 9 óra után mi beszéltünk arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal kicsi kis fabódékba felköltözik különböző fesztiválokra, legutóbb a Borfesztiválra. Kiszúrták őket, a barátaim elmondták nekem, aztán ezzel foglalkoztunk, és kiderült, hogy néhány internetes portál is megírta, hogy ott a különböző Etyek, Tokaj, Szekszárd, különböző borvidékek mellett ott van a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a fabódéja. És beszélgettünk arról, hogy vajon a lefoglalt bort árulják-e kedvezményes áron. De kiderült, ezt hogy nem. Kérték maguknak, ilyet nem tesz meg a lab. Nem, hanem stresszlabdákat osztogatnak, közben pedig felvilágosítást adnak a nap munkájáról, ha valaki oda megy. Józanul, félrészegen. Bármiről lehet őket kérdezni, egyébként nagyon helyes maga a kezdeményezés, csak megvan, amikor ha árus vagy, akkor érted a stresszlabdát, nehogy megbukj, érted valami vizsgálatot. Ez nagyon jó. De hát fogyasztóként... arról beszéltünk, azért ott fölmész, ott éppen a várba menekülni, kicsit a napi problémák elől, és még ott is a nap bódéjával találkozol. Jött a levél. Aha. Itt van. És hogy, de mi a nevük ezeknek? A MNB? Mobil NAV Bódé. Jönnek. Igen. Kedves Balázs, Feri és Jani. Ude rosszul néz ez ki. Nemzeti Adó és Vámhivatal. Jó, kis lobóval, címere. Elsősorban Jani és Feri. Na. Kérem önöket, hogy szeptember 25-én az elmúlt 5 év teljes könyvelés...
könyvelőjükkel, adó és számlakivonata. Bankszámlakivonata, elszámolással és könyvelőket csosszogjanak be, legyenek szívesek. Nem. Nyilván nem ez van benne. Váltás fejérnemű hideg élele. 2014. szeptember 15-i adásban a Budavári Borfesztivál kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal PR tevékenységgel foglalkozó műsorrészben sikeresen válaszoltatok az általam feltett kérdésre, így mellékelten küldöm nyereményeteket, amely tartalmazza a sokat emlegetett NAV stresszlabdát is. Köszönöm, hogy műsorotokkal ismét hozzájárultatok a Nemzeti Adó és Vámhivatal pozitív megítéléséhez. Na, ez jó, ha ők így látják. Örülök, hogy ez így ment. Nagyon jó. Munkátokhoz további sok sikert kívánok. Szeptember 15. Üdvözlettel Schuller György Attila, Pénzügyőr, Őrnagy, Vám és Jövedéki szóvivő. Gyerekek, egy fehér szatyorban kaptunk a NAV-tól ajándékot. Nagyon jó minőségű recicled. Ide van rakva a recicled. Tehát ez újra van hasznos. Nem rossz, jó lesz ez. Mire? Abra kostarisznyán. Van egy NAV póló. Mi van a NAV pólón, ugye? Nem vagyok adócsaló, megőrülsz. Igen. Egy fehér póló, kék mintával, kék-fekete mintával. Igen, nem adócsaló vagyok. Igen, ez a NAV. Nem adócsaló vagyok. Igen. A hármunk közül én fel is vehetem. Rohadjának. Atyaisten, mondjuk gyerekek, ez X-el lesz szerintem, ezt neked küldték. Drága, akkor lehet, hogy ez vagy neked takarónak, Jani. Nem baj, gyerekek, ajándék, mindegy. Ne azt nézzük, ne nem a ez a lényeg. Persze. Nem a fogát kell nézni. Na már inyálsz, mi? Nagyon köszönjük. Gyerekek, csak mondom, hogy milyen rendes emberek ezek ott a NAV-nál. Na, mit kaptunk még? Bornyitót. Ne hülyeskedj. Bornyitó. De komoly. Ami egyébként össze tudod hajtani, olyan, mint egy ilyen kis svájci bicska, és úgy néz ki, mintha egy kicsi boros üveg lenne. Nagyon öcsém, helyes. De jó, minden, köszi szépen. Öcsém, hallod, nagyon durva, hallod, úristen, de durva. Ó, de jó. Na, egy kis bornyitó. Hát gyerekek, azt kívánom az egész országnak, ilyet kapjon mindenki a NAV-tól. Ne levelet. Ne levelet, ilyet kapjatok. De nagyon rendesek. Ez szuper. Nagyon rendesek. El vagyunk, álljunk, köszi szépen Feri, csak a meghatódottságtól, meg a zsűlnek adjuk oda, félelemtől. És az összeset vigye el átvilágítani, átnézni, nincs benne lehallgató, nincs benne kis poloska, minden ért, hazaviszed. Egy-kettő mikrofon próba. Nehogy attól egy kamerástól legyen, hát. Gyerekek. Legyünk azért egy kicsit paranoiásak, nézzünk ennek utána. Én értem, hogy aranyosak, kedvesek, de... Lehet mögötte valami, úgy érted? Érted, hát mégiscsak a NAV, azért nézzük meg. Uh-huh. Nincs-e valamint a boros üvegben, kis kamera, kis lehallgató. Most kapta le a fülest a fejéről a másik végén. Van vadonadózó. Érted, de letesszük itt, kikapcsoljuk a mikrofont, elkezdünk beszélgetni, hát ezt nem érted? Aha. Be vagyunk drótozva. Jó, de egyébként miről beszélnénk? Képzeld el, a múltkor is, amikor elcsaltam azt a 450 ezer forint áfát, hát akkor nagyon boldogok voltunk mindannyian, hogy... Hát pontosan. Hát ilyesmi? Hát pontosan. Mikor beszélgetünk mi ilyenekről? Pontosan erről. Nem tudom. Jobb ennek utána nézni. Kérdezi valaki, vajon ezek lefoglalt cuccok? Ne! Igazi stresszlabda. Ez nem hamis stresszlabda. Ez igazi. Nagyon jó. De jó. A NAV-os AI-ról számlát mellékeltek meg. Tényleg. De, bocsánat. Ajándékozás. Nekünk. Ajándékozás. Így van. Ez szerintem túl van azon az értékhatáron, amit simán el kell fogadni. Tehát kéne egy papírt aláírjunk a NAV-val, hogy ajándékot vettünk át. Mert van ilyen értékhatár, azt nem tudom, 5000 forintig. Hát ezek biztos, hogy nagyon... Hallod? Hallod? Csak ajándékok, igen. Én nem engedhetek meg magamnak ilyesmit, ez biztos, hogy nagyon drága. Szerintem valami papírt azért írjunk alá, jó? Gyerek, amit kell, én nem akarok, jó, mondjuk. Nálam azért mindig ott van a lehetőség a vádalkúra, mert elég sokat tudok Balázsról. De... Ha bármi van, te biztos, hogy szabadulsz. Én a felét kapom, te kim vagy, erre gondolj. Na, tényleg nagyon-nagyon drágák, köszönjük szépen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Újabb érdekes kutatás, ez most nem angol kutatás, hanem egy 2012-es michigani tanulmány. Uh-huh. Ami arról szól, hogy olyanná válsz, amilyen a te szobatársad. Hogyha az ember kollégiumban lakik, vagy esetleg akár párkapcsolatban is él, de most hagyatkozunk inkább a koleszos szobatársra. Igen, akkor nekem is 3 hetet ki kéne nyomni a bűzmirigyemet, ha olyanná válnék, mint a szobatársam. Igen, és itt ugye nem Mónikáról beszélsz. Nyugtassunk meg mindenkit, hogy elsősorban nem a kedves feleségedről van szó, hanem a kutyáról. Szóval... ez a tanulmány nagyon érdekes, azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy kivel költözöl össze. Ugye hát szeptember van, ilyenkor mindenki koleszban, vagy sokan mennek, szobatársakat keresnek, albérletben laknak,
összeverbuválódnak ott idegen emberekkel, hiszen van, akinek mondjuk nincs pénz egyedül albérletet fizetni, és ma már megy ugye ez a társbérleti dolog, hogy beköltözik melléd valaki. És megállapította ez a tanulmány, hogy amilyen a te kis szobatársad, átveszed a te szokásait, és elkezdesz olyanná válni. Azok azon, hogy mi még mit vettünk át egyébként egymást, hogy mi, mert azért mert lassan nem vagy szobatársak vagyunk, napi 6 órát töltünk együtt, 4 plusz 2. Cellatársak. Egyrészt cellatársak, mert rácsor az ablakon. Kettő, hogy azért mi tényleg, tehát azért napi 6 órát együtt lenni folyamatosan valakivel, mert ugye fél óra műsor előtt, jó, az még nekem 2 perc a műsor előtt. De nektek. Az pont elég neked, hogy fölpörög is. Igen, és utána még azért ugye 11-ig délig, tehát ez egy masszív napi 4-5 óra. Hogy megvizsgálták azokat a szobatársakat, akik ugye együtt laknak, és megnézték, hogy a szorongó szorongóvá lett, ha piás szobatársad van, akkor te is piálni kezdesz, ha a domináns valaki, akkor nem akarsz elnyomottá válni, hanem elindul a veszekedés, a diétázik melletted valaki, elkezdesz te is diétázni, tehát ugyanúgy viselkednek állítólag az emberek, ha összeköltöznek, mint amikor ugye te magadtól indítasz el valamit, vagy valamilyen, és az, valaki elkezd rád hasonlítani. Az miért van, hogy egy nem alkesz meg egy alkesz összeköltözik, akkor biztos, hogy az a vége, amit te mondtál, hogy elkezd inni a nem alkesz. Tehát, hogy miért nem az van, hogy az alkesz leteszi az italt? Hát? Ugye, hogy ő az erősebb? Érdekes. Tehát azt fogja elvinni a balhét? Érted, hogy csak negatív dolgokat soroltál föl, tehát egy alkesz nem alkesz összeköltözik, ha nem alkesz kezdeni. Azt mondja, hogy ha például egy nagy ivót kapsz párnak, akkor a kutatások szerint valószínűbb, hogy mi is elkezdünk majd sokat inni, amikor a másik iszik, iszunk mi is. Tehát iszunk vele, ebben mondjuk sok meglepő nincs, az érdekes inkább az, azt mondja a kutatás, hogy dohányzás, drogozás és szexuális szokások kevésbé hatnak a viselkedésünkre. Tehát, hogy és mint a szerencsejáték, tehát azt se kezdjük el. De az ivás például állítólagosan elkezdi az embert. Tehát arra van egy hajlam, hogy te is elkezdesz inni. Olyan szépen iszik ez a Zoli. Olyan szépen iszik ez a Zoli, te is elkezdesz inni. Igen. Hát figyelj, nézzük csak. Azt mondja, hogy Feri elkezdett futni, te meg már csak 3 hetente borotválkozol. Na, ki volt rátok hatással? Köszönjük, János. Én azon is agyaltam, hogy én amikor kollégista voltam, mi 24-en voltunk egy szobába. Nem mond már. Nem szóltak nektek, hogy a tornateremben laktok? Hát igen. Jól látvágtak benneteket. Ott volt hely. Egy 20... barak kollégium? Igen, 24-en voltunk, a Batonyai Mikes Kelemen szakközépiskolai és gimnáziummal szembeni kollégium, az régen, elárulom nektek, állítólag istáló volt a fáma szerint, és abból ilyen nagy termeket alakítottak ki, emeletes vaságyak egymás mellett, 24 ember. Na ott kitől kapsz dolgokat? Tehát azt kaptuk az alkeszt, az biztos, tehát ez át is ütött. A nagyszámok törvénye alatt biztos volt. Ez meg van a 24-ből, szerintem 20-an pirgyeltek már a kollégiumban is, tehát azt elkaptuk, de hogy 24 emberből ki a dominánsat választott példának magad elé? A domináns az érdekes, ott a lányoknál állapították meg, inkább a csajoknál működik ez, hogyha domináns csajok lágyabb csajokkal kerülnek össze, akkor hajlamosak a dominánsok is lágyabbá válni. Ez a férfiaknál nem jellemző. Tehát, hogy van egy domináns, akkor ott elkezdenek vele rivalizálni, vagy akkor mindenki meg akarja mutatni, hogy ki a farka vezér. 24 emberből, hát ott szerint, hát nagyon az, nagyon, az nagyon kemény. Ott nagyon átveszel kemény. Mindent. Hát nem mindent szerencsére nem vettünk át, mert volt 2 ember, aki gyakorlatilag egy évben egyszer tusolt, tehát amíg mi találkoztunk vele, nyáron valószínűleg és hétvégén otthon nem szerette, tehát ezt a részét nem vettük át. Ténylegesen bejött vasárnap este, pénteken hazamentünk délután, és egyszer nem láttad a tusolóban. De egyszer. Úgyhogy ezt nem vettük át, azt tudom, de... Inkább szól az ember, amikor így valaki olyan szóval, hogy összekötve, hogy nem zuhanyzik, igen? Persze. Csak ő alszik az alsó ágyon, mert ugye a meleg levegő felfele száll, és... Hát na ez az, és akkor te fölül érezted. Egyszer ki is vittük őket megfürdetni. Uh-huh. Mind a kettőt. Úgy az jó. Azt nem vettük át. Nekem is volt egy ilyen osztálytársam, aki egyszer eljött egy 3 napos osztálykirándulásra egy alsónadrággal. Ennyi volt. Volt egy ilyen kis szatyor, és abban volt egy alsónadránk. És így ennyi. És úgy megvolt. Az övé volt? Ráadásul meg. Vagy lopta valakitől. Na most tényleg nézzük meg. De őszintén. Jó. Hány éve dolgozunk együtt? 7. Nem ebben legyünk őszintén, mert ebben nem tudunk hazudni. Ja, 7. Őszintén, ne hazudjunk egymásnak, hány éve dolgozunk együtt. 2007. 7 éve. Hát itt vagyunk most már 5 éve, és előtte más felett dolgoztunk együtt, akkor mondjuk 6. 2009. januárjában kezdtünk. Így nekem. Megvan még a szerződésed aláírva. De ugye 2009. januárjában ültünk össze. Nekem fogalmam sincs. Nekem ez így, ez egy hogy hívják? Hűlsz már egy picit. Mit? Nem, ez már egy nekem. Akkor 5,5. Nekem egy föltörténeti korszaknak tűnik. Ugye 2009. január 5-én volt, egyébként az első megszólalás. Még talán erősen, hogy január 5-e volt. Viszonylag hosszú karácsony. Na, akkor mennyi? 5? Akkor 5.
5 és fél. Azt hittem hosszabb. Kicsit lassabban ugye? Megy az idő veled. Nem, 7-8 évnek érzem én, körülbelül. Én nekem még a régi rádióban töltött idő tűnik hosszabbnak, mert ez 5 éves most ugye a Klassz FM, tehát azt már itt együtt töltöttük, és csak fél évet voltunk a Danubius. Hát figyelj, mi olyan, valahova megyünk, az megszűnik, úgyhogy ott nem voltunk túl sok. Nem. Hát ott voltunk ugye januártól októberig, amíg meg nem szűnt. Mi előtte ott voltunk a Rádió DJ-nél, megszűnt. Elmentünk a Danubiusba, gyorsan megszűnt. Bizony, egész jó bírja a Klassz. Ez most itt egészen jó. Egészen jó. Komolyan, mert egyébként itt vagyunk, és még nem szűnik. Mi ahova megyünk, az a rádió általában előbb-utóbb megszűnik. Na, de most őszintén tessék, ki mit vett át a másiktól? Ki mit kezdett el? Amiben nincs vetítés. Én elkezdtem miattad, hogy ha valóban működik ez a kísérlet. Itt ül három ember. Ugye vannak csajok, akik így jönnek, mennek körülöttünk, de hárman ülünk itt, ugye mindig. Én már néha, de itt ülünk néha. Ugye, hát ez nyilván. Ne, de ti is. Na jó, nem mondja, ugyanúgy untok engem, meg a hülyeségeimet, meg a teniszemet. Tehát azért ez benne van. De ettől ez egy ilyen családi élet, hogy ezt néha hallják, hallgatók. Ez nem baj, ezt lehet vállalni. Tessék, ki mit vett át? Én két héttel ezelőtt elmostam a poharamat, a kávésbögrémet, mert arra gondoltam, hogy Jani mindig eltakarít maga elindult el egy úton felé. De nagyon gyorsan megálltam, mert rájöttem, hogy minek mikor Jani úgyis elmossa az enyémet is utána. Ez volt a legtöbb, amit átvettél, hogy elmostál egy poharat? Vagy nem vettél át semmit? Hát a futás, de hát azt már megmondtad. Hát azt úgyis abban jött. De jó, de egyelőre csinálom. Igen, ez jó, jó, fasz, ha igen, van, de ha jó, futsz két hétig, és aztán jön a télet, inkább bedobsz egy kacsát a sütőbe, érted? Nem jobbat? De az megvan most is. Gyerekek, nem vettünk át semmit egymástól. Nem sok mindent. Nem áll? Nem. De szerintem ez jó, mert ez azt jelenti, hogy azért többé-kevésbé kerekek voltunk már akkor is, amikor összejöttünk. Meg, hogy amikor mondjuk elkezdtünk egy csapatot alkotni. Tehát, hogyha most mind a hárman elkezdenek hasonulni a másikhoz, vagy egymáshoz, akkor az rettentő unalmas lenne. Én például, amikor idejöttem, akkor te szörnyen öltözködtél. De mi változott? Mondom ezt. És szerintem te elkezdtél öltözködni. Ő lett tanulhatta. Nem hiszem, hogy tanultad, hanem hogy de akkor te ezekben a korzakó, ilyen most tehát erre gondolok. Tudom, hogy a könyökvédős korzakó. Nem is volt könyökvédő. Ilyen nemecsekernős. Csak kikönyököltél és nem mosol. Kicsit ilyen nemecsekernős, ilyen korzakó, halálfejes gyűrű, bőfarmer, veszkó bakancs. Nagyjából ez voltál te. Aha. És most nézd meg! És aztán félrehívtad, és mondtad neki, hogy csomószor együtt mutatkozunk, légy színe. Nem bírok így bejönni reggel. Janival nem tudtam zöldegre vergődni. Legalább te fej. De most csak komolyan, tehát ezeket ki lehet mondani, nincs ez ebben. Tök jó, elkezdtél öltözni. Tehát kicsit ilyen olaszosabb. Ezt a Janitól tanultam? Kicsit olaszosabb, kicsit dizájnosabb dolgokba jársz. Nem, ez például egy átvett dolog, ami tök jó. Aha. Nem? Ahogy például én egy csomó kajára azért kezdtem odafigyelni, mert te főzöl, és kipróbáltam néhány dolgot, még mindig azt a rohadt cékla csipszet. Májat, igen, még a cékla csipszet kicsit benned van három éve. Mindig azt a rohadt cékla csipszet akartam megcsinálni, de nem tudom megcsinálni. Na, tőled átvettem-e valamit? Igen, például. Hát tőlem szerintem egyértelműen mondjuk tanultál még a Guns, meg a, hogy hívják, meg a Rainbow mellé, meg legalább két vagy három rockzenekar neve. Amiket ugye nem hallgatsz, de hogy a nevüket tudom. A név az megvan. Ennyi? Gyerekek, hát akkor nagyon-nagyon önálló személyiségek vagyunk, a többet egyébként nem. Azon, hogy tőled átvettem-e valamit, vagy rám ragadt-e valami tőled? Hát a rendmániája nem ragadt át, az biztos. Nem. Ahhoz, hogy nem nyúlunk más túrós beszélgetésre. Meglehetősen kényelmesebb, hogy megcsinálom helyette. Sokkal kényelmesebb, hogy megcsinálom helyette. Gyűlölöm, hogy rendet raksz az asztalomon. De komolyan mondom, gyűlölöm. Iszonyatosan szeretem, hogy káosz van, amikor ti az Annával rendet raktok. A zseniát napokig keresem, hogy mit hova raktam. És bejöttök, és ilyen teljesen önkényes módon nekiálltok rendet rakni az asztalomon. És ezt így nem értem. Jó, ha ki van egy mészcseppet. Soha nem nyúltam még az asztalomhoz. Tennék néha rendet az asztalodon, akkor ott egy önálló ökoszisztéma alakulna ki. Figyelj, abban is megvan. Aki már látta Balást kibontani egy bármilyen élelmiszeres zacskót, hát az azt a pillanatot nem felejti el soha. Megfogja össze két kézzel, nem megy, ráharassájjal, és aztán egyszerűen is és minden szanaszia. Kivesz belőle kettőt, nyom, és a többi ott marad. Szerintem te például tudod, mit vettél át tőlem? Te nagyon sokat késtél régen, meg te egy ilyen oda nem érős ember volt, és tudod, hogy én azt például utálom. Igen. És amikor együtt vegyünk valahova, vagy együtt van valami,
vagy időre kell mennünk, akkor meg észrevettem, hogy az utóbbi pár évben te abszolút mindig ott vagy. Én mondjuk nem szeret, gyűlölök elkésni. Kevés, tehát megőrülök, megyünk valahova a Vikivel, és késésben vagyunk, kész vagyok. Gyűlölök elkésni. És te sokat pontosodtál melóból, például. Melóból nem nagyon szoktam késni. Nem, most nem ebből, hát nem a reggelből, hanem hogyha utána megyünk valahova. Tehát így bepontosodtál. Igen. Komolyan mondom, tehát egy egész jól lövöd benne. Ez nyilván nem azért, mert most miattam, de hogy szóltál nagy neki ezért? Tehát ezt elmondtad, amikor annak idején mentetek ketten egy forgatásra, akármi, akkor te mondtad, hogy Jani, hát külön mentünk, megint. Csak a Jani mondtam, hogy Jani, igen, hogy gyere. Aha. 8, mondom 8. Még egyszer 8, érted? És az sokkal pontosabb lettél. Igen, egyébként. Azon gondolkodom, hogy még mit. Igen, azt hiszem, hogy azt viszont tőlem tanultad meg, hogy érdemes odafigyelni a devizárfolyamokra. Igen. Azt hiszem, na, megtanítottam. Eleinte csak ment a cinkelés, aztán meg hogy nem. Egyszer csak. Bevezettél a keleti mellett valutázók világába. Igen, nem, hát nyilván az ember egy csomó minden tanul, igen. Ja, hogy látod annak? Rendmániás voltam eleve, de én, hát azt én sokat, nem kellett tanulni, sokat de azért fejlődtem benne, mert sokat fejlődtem benne a Jani hatására, mert a kávégépet most már én ápolom, tehát én átvettem ezt a stafétabotot a Janitól. Egy olyan folyamatnak a vége például az lehet akár, hogy néha kávét is veszel. Azt még odáig nem jutottam el. De szép, na én erre gondoltam, gyerekek. Ha adunk pénzt, akkor hozol? Nem pénzkérdése ez figyelmetlenség a részemről. Aha. Hát az egy akkor önkritikát, most Balázs mondja, hogy legyünk őszinték. Ez nem pénzkérdés, hogy veszek egy kiló kávét, hát hál' Istennek azért meg tudom venni én is. Nem, figyelmetlen vagyok. És kinyitom a szekrényt, és ott van benne, amit a Jani hozott. És akkor olyan jó föltölteni vele a gépet. Azt mondom, hogy megint meg vagyunk 2 hétig. De tényleg így van. Kezdjük már el őszintén kimondani, menj itt a nagyon helyes udvarias kereszt, figyelj, rohadtul megtanulhatnád tőlem, hogy vegyél már 1 kiló kávét. Igen, most ahogy rohadtul megtanulhatnám én is, és miért nem mondjátok ki, hát én is mondom, hogy rohadtul megtanulhatnád, Bali, hogy azért amikor veszel magadnak otthon egy liter tejet, vegyél még egyet, mert azért azt egy szívesen mégis. Sőt, amikor elfogyam, én magamra annyi mindent tudnék mondani, nem tudom, miért nem mondjátok, hogy amikor azt mondom neked, Jani, hogy ó, nézd, elfogyott a méz, és ezt a mondatot nem úgy fejezem be, hogy majd holnap hozok, akkor mondhatnád, hogy megtanulhatnád, Bali, hol lehet mézet venni. El, ugye? Tehát, hogy ezért, és ezt akarom veletek kimondatni, hogy ezért itt lehet a másiktól olyan dolgot megtanulni, amit nem tanult meg. Például nem tanultál meg kávét venni. Én nem tanultam meg kávét, de én fejlődőképes vagy, tehát nekem komolyan, hogyha azt mondom, hogy holnapra kell, akkor én hozok, de neked azt mondjuk, hogy holnapra hozzá mézet lesz, méz itt? Nem. Na, attól nincs méz, mert elmondom 50-szer. Na, de mondjátok nekem egyszer azt hárman, hogy Bali, addig nem lesz méz, amíg te nem hozol, és nézzétek meg, hogy lesz-e az, amit kérte. Aha. Bennem kicsit ezt nyomatékosítani kell. Na, ezért megyünk inkább biztosra. Behetes, hogy ebből a megszorásból is én jövök ki rosszul. Én még szeretnék én, aki provokálom ezt az egész beszélgetést, hogy egymásra kimondjuk, megint kijön, hogy ti a mennybe mentek, én a rohadik, aki hagyja ilyen halni a stábot. Tessék, valóban nem. Én például azt tanultam meg tőle, hogy tessék, nem kell hozni semmit például a nyaralásról. Észrevetted, hogy egy darabig, amikor voltam Törökországban, minden egyes csajnak igen, hoztam tudom, a kis kendőcskét. Na most megint én leszek a rohadék. Tudod, mit gondolok ez? Például, igen, nagyon ezt jó, hogy mondod. Nyaralásról hozott ajándék. Szerintem tök helyes. Szerintem ez lehet, hogy így van. Uh-huh. Szerintem tudod, mit gondolnak az akkor emberek? Akkor nézd meg azt a papírdobozt felé, hogy gyűjtjük az ajándékaidat. Az mindegy, de értetlen, undormál, ilyen tranzitban vett szörnyűségeidet, amivel eljátszott, hát, hogy gondolsz rám. Sosem vettem a tranzitban semmit is. A sörös kendőke. Például erről is azt gondolom, hogy sokan ezt egy álszent dologként csinálják, és egyébként belül azt gondolják, hogy rohadtjuk 10 embernek megvenni. Rohatnyug, mert nem a barátaidról van szó, uh-huh, és nem a családtagról, hogy az anyádat megleped egy Görögországból hozott, nem tudom, üvegúzóval, hanem ott van még a Jocó, a Jocónak nem mozog, ott van a Gabi megsértődik, és átadom, aha, ott van az Ákos, ez Ákos, és tudod, micsi, ez belemész egy ilyen hülye, ilyen kötelező megfelelési ajándékvásárlás kényszerbe, amit te csináltál az elején. Örömmel tessék hoztam. Zsű, tessék izé, de nem a lehet számodra elképzelhetetlen, hogy én örömmel hoztam. Ha örömmel hoztad, miért álltál le róla? Azért, mert megtanultad. Nem, megtanultam, hogy így meg. Az álszent ajándéknál jobb az őszintén semmi. De ez enyém nem volt. Nem volt álszent, nem volt, de tudod, mégis leálltál róla. Tudod, mit láttam? Azt, hogy leteszem eléd az ajándékot, aha, pff, és így eldobod oldalra. Hát, hogy tényleg én hozom a témát, bedobom, és az volt, hogy hárman felmentek a mellett. Te akartál őszintességet. Aki nem lesz semmit, nem örül az ajándéknak, egy rohadt gané, ez nem így van, gyerekek. Rájöttetek, hogy egyszerűen nyűg, és jobb az őszintén semmi, és egyébként mindegyikötök átvette az őszintén semmit. Ez persze azért vettétek át, mert nem, én nem örülök neki, nem? Azért nem vettétek át, mert rájöttetek, hogy igazam van. Én mást vettem át, és mást tanultam meg, és tényleg te tanítottál tudom, meg, és ezért hálás vagyok. A hetenkéti egyszeri fürdés, most ne. Mi, büdös a lába? Na, jó. Még akkor osszatok egy kicsit, jó? Nem.
Természetesen. Mondom, egyikötök se hoz azóta ajándékot, mert rájöttetek, hogy nem is hoztak. De nem tudod, mi... Na, bocsánat, arra tanított meg Balázs, mert én régebben, mindig amikor hoztam neki valami figyelmességet, és utána pedig azt láttam, hogy nem viszi haza, megsértődtem. És arra tanított meg, hogy rohadtul nem érdekel, másnap hazaviszem. Tehát, de tényleg, egyébként behozom, és azt látom, hogy két napig az asztalán van, utána valamikor utána kérdez, hogy de figyelj, hol van az, amit a múltkor ez a... És akkor mondom neki, semmi, ott hagytad, nem kellett, hazavite. De régebben félig sértődtem rajta, és nagyon rosszul esett. Azt rájöttem, hogy így sértődgetek rajta. Kell neki, elviszi, nem kell neki, nem viszi, hazaviszem, majd örülök neki, hogy gyerek magadra venni. Én ha kapok valamit, leteszem az asztalra, Feri hoz néha bort, leteszem az asztalra, két nap múlva ott van, leteszem, és utána rájövök, és elviszem. Tehát ez nem arról van szó, hogy nekem az nem kell. Nekem idő pihente, van egy hülye szokásaim, leteszem, majd elviszem. Két nap múlva elviszem. De hát ekkor a tanítás neked, hogy ezzel ne idegeskedjél. Igen. Nem? De, persze, nincsen vele semmi gond. Most is előre éreztem, hogy le fog járni a szavatossága. Ahogy hívják a növény alapú idézőjeles csirke húsnak, aztán haza is vittem. És hazavittem. Így van, és otthon dobtad ki. Volt a hűtőbe, hogy a te borod is van, tessék, belettem, szörnyű volt, kidobtam. Egyébként finom volt. Két napig itt volt a hűtőben. Tehát ennyi? Nem kell fennakadni. Hát, figyelj, az egy elvárás. Tehát én adok valamit, utána azt csinál vele, amit akar. Ha elviszi, nem viszi, és azon megsértődsz, akkor van egy elvárásod azzal kapcsolatban, hogy ő azzal a dologgal, hogy viselkedjen. Ezt nem, nincs baj. Pihenteti, az aztán te hazaviszi. De visszatérve az ajándékra, gyerekek. Igen. Te se hozol már. Senki nem hoz. Mert karácsonyi húzásnál én azt gondolom, hogy nekem ott pattant el a dolog, hogy mondjuk ki őszintén, nem vitted haza az ajándékot. Nem vitted haza, itt maradt az ajándék. Meg a dolog, az volt a baj, hogy Balázs megcsinálta azt a naptárt. Megcsinálta a naptárt, és onnantól kezdve az egy nagyon jó sikerült ajándék volt, onnantól kezdve tudta mindenki, hogy ennél feljebb nincs. Tehát nem érdemes már küszködni, hogy mivel szerezhetnék a másiknak nagyobb örömet, amikor a Balázs megcsinálta azt a kollégákkal azt a naptárt, ami szenzációsan sikerült, és valljuk be őszintén, picit fájlhatjuk, hogy csak limitált példányszámban néhány darabban belőle. Igen, egyszer úgy is kitörni az utcára. Igen, mert jó lenne, ha kereskedni forgalmas. De mit vittem haza, emlékszik? Kinek az ajándék, hogy mi volt az? Az Anettét nem vitted haza. Itt áll, az a Forbes tábla? Nem, az jó helyen van, ott az idő. Időjós házikó. Azt használod? Időjós házikó. Körülbelül annyira, mint a lábcsövedet szerintem, ami a csillagokat nézel. Azt föl kéne tenni oda a pokol tüzén fogok elégni. Az Anettől kaptam egy néni bácsi ilyen házikót, amit oda raktam az asztalomra, mert nekem a munkai asztalom legalább annyira fontos, és ez tök jó lesz, én nap ránézek, látom, milyen idő van. Aha. Hát igen. De nem egy elvárás, hogy csinálja azt, amit nekem jó, hogy ő azt csinál az ajándékkal. Tehát nem az a jó, ha ő jól érzi magát, hogy leteszi az asztalra, akkor örülök neki, hogy ő letette az asztalra. Az egy elvárás tőled, hogy úgy kell, hogy viselkedjél, hogy nekem örömet szerezzél. Te nem azért adtad az ajándékot, vagy az Anett, hogy én utána azzal úgy viselkedjek, ahogy ő elvárja, hanem ha nekem az asztalom mondja, akkor örülök, hogy ott van az asztal. Egy modortalanságból is elkezdi fölé jelni az ki. És az emberek elkezdenek, úgy fegetheted az embereket az ideológiáidba, hogy így hallgatják az emberek, és így basszus, tényleg igaza van. És mi megyünk a mennybe, érted? És mi megyünk a mennybe. Igaza van. Én örüljek neki, hogy vettem neki, és ő nem vitte haza, sőt, ezért is meg akart tanítani engem valamit. Köszönöm, Balázs. Te adsz valamit, és utána elvársz, hogy ő valahogy cselekedjen, akkor te elvárással adtad a dolgot. Ha te örülsz annak, hogy letette az asztalára, és azt feltételezed, hogy ő annak örül, hogy ott van az asztalán, akkor nem sértődsz meg. Tehát megint a te fejedben van a probléma, hogy elvárva adsz valamit. Hát ez milyen ajándék? Letezi az asztalára, és neki ott jó, akkor örülök, hogy ott van az asztalán. De akkor meg azt érzem, hogy nem örül, de akkor meg azt érzem, hogy nem örül, ha örülne, akkor azért csak foglalkozna azzal az ajándékkal. Tehát, hogy úgy örülne neki. De hát ott marad, azt mondja, hogy jó, oda leteszem, hogy ott rohadja meg. Alul értékeled magad egy helyzet, és azt mondod, rohadjon meg, nem szeret, mert nem is vitte haza, dögöljön meg, én is megdögöljön. Nem. Hagyjatok engem békén, tényleg, ki mit tanult egymástól megint? Mi jön a három szentehén? Szentehén, az indiai szentállat és a pokol tüzén elégő rohadék érzéketlen Balázs, aki viszont nem vizi haza a nénit és a bácsit egy porcelánházban. Nem, hanem elmondod azt, hogy nagyon szép ajándék, köszönöm, soha nem fogom föltenni a házamra, akkor mondd el. Aha. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Anyósom minden hónapban átveszi a nyugdíjat a postástól, egy éve már én veszem át. Gandhi küldte nekünk. Mióta albérletben lakom, a barátnőm elragad rám a lustaság, a depresszió és a pesszimizmus. Előtte állandóan jókedvű és pörgő személyiség voltam, a hülyeség könnyen ragad ide be. A kollégámtól Mikulásra kaptam egyszer egy hamutálat, pedig nem dohányzom. Én pedig vettem neki emiatt egy tisztálkodási csomagot, mert ő meg nem fürdik. Jobb adni, mint kapni, nem? Kérdezi egy hallgatom. 11 éve élek a francia buldogommal. Már én is röfögve lélegzem, és a lábammal vakarom a fülemet. Sziszi küldte nekünk. Feleségül vettem egy dagi nőt. Most már én is dagi vagyok. Balázs, ezeket nem érdekli, mit mondasz. Vegyél nekik valamit, és lépj le onnan. Hát csak az ajándéket csináltuk.
Bali, te már elég sokat átvettél a Feritől, elég sok játékpénzt. Írja nekünk egy hallgató. Még lógok egy tízessel. De szép ez az SMS, a 90-es végű SMS írónak hallgatom. Majd köhögjük csak azt a gubát, amivel két napja lógsz. Én fölajánlottam hétfőn, nem kellett, azt mondtad, hogy majd hozom, hát most nincs nálam. El is felejtettem. Én nem felejtettem el, csak kussoltam, hogy ki kell fizetni. János meg Feri nem lettek metroszexuálisok, ez a kutatás hamisítva. De szép, ez. Rúgjatok. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Megérkezett hozzánk, ami drága állatbefogunk, sünvadászunk, aligátorteknős elkapunk, ékszerteknős megfogunk, a gyilkos krokodilok levadászója, az aligátorteknősök befogója, a magyar háziasszonyok szentje, az eltűnt állatok megkeresője, befogója. Itt van velünk Bodzoli! Hello Zoli, jó reggel! Hello, sziasztok! Gyerekek, ez az Oli egy rendes ember. 3 hete kampányolok egy sünért, erre a 9 óra után megérkezett, és elhozta azt, amit nekem ma oda kell adnom a gyerekemnek. A sünt. Igen, itt van a kezembe. Olyan egy helyes vagy. Afrikai törpesüni. És látod, még afrikai is. És vagy albino. Albino, ugye, vagy dühkóros, mert vérben úszik mindkét szeme. Látta a Beni? Ő még nem látta. Beni! Ide, gyere apáthoz! Jaj, leesett a sün. Ez jó, hogy nem látta a gyerek, hogy a sün egy olyan 1 méter zuhan. Kiugrott a kezemből, szegény. Hol a Beni? De ne hagyja a sáskát, gyere kicsit rá van rólunk. Nem, hogy utána visszafogjuk az is. Igen, csak skorpiókkal játszik. Beni, gyere, Manu, mutatok valamit. Csak mondom az előbb az óriás pókkal a kezébe. Igen, kis így a dobot. Nem hiszed, a gyerek, ne haragudj ezért, Zoli, kinyitotta a sáskákat, a sáskák elszabadultak, elugráltak, most megfogott kettőt, és nem akar bejönni, mert ő sáskára van rágyógyulva, de nem tudja, itt van mentes sünni, most 2 dobozban, hány sáskát hoztál? 3-at. De azt hiszem, vagy 4-5-öt, nem tudom pontosan. Nagyon jó, fia, sáskát is oda tudod adni a Beni? Hát most már tietek is itt az összes. Milyen sáskák? Afrikai óriás sáskák. Jó. Ebből a szögből nem látjátok, hogy több doboz is nyitva. Oda néz, Manó! Vigyeld! Na? Mi ez, gyere, Beni? Gyere, sünik egy, gyere! Na, mit szólt? Tedd ki a kezedet, Beni? Figyeld! Nem harap, simogasd meg, oda tudod tenni az órához, és tudod, akkorát harapnak. Mit szólsz, Manó? Tudod, hogy hívják őt? Tudod, hogy hívják? Ő Ludmilla. Ő egy nőstény kis süni, afrikai süni, és nagyon szelid, és ő most azért jött, hogy hazamenjen veled. Na, mit szólsz, Manó? És hát ott fog látni nálatok. Ah, igen. Betegyük a kalitkába? Igen. Jó, ebben viszitek haza. És az Oli mondta, hogy ez a cikk. Inkább ezt visszaadom, ez nekem nem. És a sáskák már most nem is kell elejjelni. Igen. Jó üzleti érzékem. Na gyere, tegyük a kezedbe ezt a sünit. Fogjál, jó? Manod. Nyugodtan megfoghatod, nyugodtan meg. Próbáld megfogni, jó? Figyelj, Manod. Barátságos. Tessék? Mondja, hát Manokám, te szerettél volna sünit, igen, hát az ugye, ilyen, tehát hogy a holeopárd az nem szúr, ugye, de te sünit szerettél volna. Igen, viszont elviszi a mamát. Viszont apádra rá fog marni majd ott a dzsungelbe. Nem harap. Nem harap. Ne, dehogy harap, tedd oda, tedd úgy, nézd meg. Na, milyen aranyos? Ott van nálad, látod? Kicsit szúr. Hát kicsit szúr. Tüskéje van a süninek, azért van tüskéje. Figyelj, Manu. Figyelj, büdös, nem mondj melyet a gyereken. Hogy lenne büdös? Hogy lenne büdös? Hát a süni. Exotikus illata van. Na mit szólsz, Manu? Tetszik? De cuki. Tegyük bele. Figyelj, Manu, és ez a te sünid. Ez a te sünid lesz. Hol fog lakni? Hm? Hova viszed majd? A lakásba. Jó. Igen. Látod, milyen na. Okos? 5 éves. Az hát tegyük. Érte, hol lakna a lakásba? Hol lakna? De hülye vagy, fatár, a lakásba. Betegyük a ketrezbe, Manu? Igen. Várjál. Van neki egy ilyen alvó rongya, azt is betesszük. Ez még gyerekkorából van. Ez a, igen, hát ez a, tudod, az unja, az a kis pelenka, amit szoktak szorongatni, kisöni kis. Jól nézd meg, mert apádat nem fogod látni 6 hétig. Cserébe viszont őt, igen. Jó, adunk neki nevet, Manu, hogy hívjuk, majd mi legyen a neve? Hello, Milla, nehogy átkerül. Micsoda? Mi legyen? Sáskafej. Tökéletes, éves süninek, gyerekek. De ugyes vagy, Beni. Nagyon jó. Oda nézd, Manu, ott van egy másik valami. Az micsoda? Zoli, az mi? Egy párduc kaméleon. Na most ilyen gyerekek, ez piros, fehér, zöld. Ez rendes, ez nemzeti kaméleon. Még 4-5 dolgot elővesz, egy állatkert lesz nálatok. Na mit szólsz, Manu? Aha. Ő változtatja a színét? Változtatja a színét.
Azért van nyitva a szája. Igen, mert egy kicsit meg van most ijedve, amúgy nagyon szelidő és nagyon békés. Jó, bocs, hát... hogy a gyerekem diktál neked 5 éves, nem tudom, nálunk ez. Jó, gyere, leteszem akkor. Csak mondom, hogy a sáska közben kint van. Jaj, egy picit tedd vissza, hogy... Várjál, óvatosan így, mert megijed. Figyelj, Feri, mert ez nálad már kedden, hogy itt fél tőled. Ráraboljon valamelyikünk szemére. Hogy tetszik neked? Hogy tetszik? Segítesz fogni nekem az ágat? Ez mi, ez egy színváltoztatós kameleon? Vagy figyelj, tudod, sokkal jobban tudok. Fogod az ágat, én ráteszem a kis kezemre, mert most egy kicsit ideges, mert elővettem a dobozba, meg szegény... Meg Laci belerúgott a dobozba. Hát igen, Laci belerúgott a dobozba, azt hitt, hogy üres doboz, szegény. Mozog a takaró, igen, ilyen takarót kell rátenni a sünire, ebben alszik, jó, Manó? Te Zoli, a sáska, az megeszi a sünt, vagy a sün a sáskát? Nem, a süni megeszi a sáskát, jó, csak a kapu, jaj, opszi. Szegény állatok. Benni, addig jó, amíg mozog az a takaró, jó? Amikor nem mozog, nagyon gyorsan szóljál majd mamának, jó? A Benni, melyik tetszik jobban, a kaméleon? Mit viszel? Melyiket vigyük haza, Manó? Őt viszük haza? Sünit vigyük haza? Viszitek haza, haza. Mi van, hozzád költözik a Benni erre a 6 hétre? Hát most már... Vagy te jössz hozzá, Zoli. Figyelj, Manó. De a szobádba vagy hova akarod rakni? Mi hol tartsuk? Lent vagy? A szobádba tegyük? Igen? Jól van. Mi a széfkódja, Benni? Jönne jó, hogy ilyen vagy, Jani, nyugodtan. Tudod, mit teszik a süni? Tudod, mit fogsz neki enni adni? Mit adsz neki enni, Manó? Azt a sáskát, ami a zsebében van. Mit adjunk neki enni? Mit szerezzünk neki ma? Na most már elszoktak a sáskák itt a stúdióba, úgyhogy azokat nem tudja hazavinni. Egyék meg a sáskákat. Oh. Ne legyél ilyen. Adjunk neki almát. Manó? Veszünk neki almát? Jó. Figyelj, mennyit bír egy... Óriás csivadugó volt. Igen, ez jó. Óriás csivadugó. Figyelj, mit teszik egy ilyen süni, Zoli? Mit adjunk majd neki? Hat hét tényleg kutyatápot? Igen, főleg jó minőségű kutyatápokat. Tényleg ezeket a prémium minőségű kutyatápokat szeretik, illetve ritkán adhatok neki gyümölcsöt is. Meg hát ugye, mivel a süni ragadozó, főleg lárvákat teszik, aha, tehát ezek a gyászbogállárvák, sáskák, hát azokat is lehet neki adni, meg hát friss víz mindig legyen előtte. Szerencsé, hogy ez a vízre hárul ezek is. Gyászbogának hívják őket, már tudjuk a sorsukat. Igen. Mondjad, Manu, mit látsz? Mozog. Persze, hogy mozog. Hát most még igen. Egy hét múlva már nem fog. Na, van belőle több? Van belőle több? Van de nekem hogy? Több, igen, van nekem több süni. Jó, csak azért a pótolni kell. Ugyanekkor a méretben is van? Ez természetes szín vagy hipó? Rosszul lett kimosva, nem kimosta aztán. Nem, ő igazából albínó. Albino süni, nagyon-nagyon jó fej, tehát ő tényleg szereti is az embereket, mert itt szoktam vinni több rendezvényre, és általában bírja, elég jó bírja, tehát 6-7 órát simogatják, tudod, az én süni, tehát 6-7 órát én nem bírom. Én belepusztul. Igen, tehát ő elég jó bírja, és azért is mertem így behozni, mert tudtam, hogy ő aztán... Tehát nagyon nagy dolognak kell hozz történnie. Nagyon nagy dolognak kell hozz történnie, hogy ez valamit csináljon. Figyelj, Manu, beszéljük meg, hogy mi legyen a neve. Fontos, mert most kell neki nevet adni, mert utána délután már arra hallgat, ha elmegy. Hm? Milyen nevet adjunk neki, vagy mi legyen a neve? Sáska? Apasün. Apasün? Apasün legyen. Mondjad. Sugyen? Semmit nem mondok. Semmit nem mondasz. Jól van, kicsim. Figyelj. Ez van neve már amúgy. De mi? Ludmilla? Ludmilla a neve. De hogy lehet egy sünnek Ludmilla? Ah, milyen neve van? Te adtad, Zoli? Gyerek, én volt, Zoli, a gyerek megint kinyírt egy sáskát. Már kettő. Nagyon nagy. Jézus. Igen, óvatosan. Gyerekek, kicsit szétfolyunk, de meg vagyunk. Feri, ezeket egyébként te tanulmányozd, mert hogy ezekből te fogsz ott kint kaját nagyon csinálni. Nagyon finom, csak mondom. Én már ettem. Tegnap ettem, tehát megkóstoltam nagyon én is. Nagyon finom, ez úgy rendezvényen, működik. Úgy működik a dolog. Pontosan hogy... ezen a rendezvényen megkóstoltam én is, soha az életemben. Bedobod a fagyasztóba, akkor ő elkábul, és már mehet is a forró olajba kis fűszerrel. Akkor már mindenkinek van játéka. A gyerek sünizik, az Oli kaméleonozik. Feri, a sáskák elkészítésére vagyok. A stúdióban is kaméleonozni fognak, meg a maradék sáskákat kergetni, amit nem vagytok itt. Kettő van valahol. A kaméleon az egyszerűen lenyűgöző. Ő nagyon szép, tehát ő tényleg a büszkeségem, tehát ő egy himpárdusz kaméleon, és ő tényleg gyönyörű, tehát az egyszerűen, tehát a természet remek műve, ez a párdusz kaméleon, nagyon, nekem nagyon-nagyon kedvencem. És mire változik a színe? Hova kell tenni? Tehát csíkos háttér előtt, de csíkos... Hát azért annyira nem, de tudja, tehát ez főleg ugye az ideg állapotától is, tehát hogyha ideges, akkor egy kicsit élénkebb színei vannak. Aha. Tehát este, mikor elalszik, akkor azért kivilágosodik teljesen. Egy 20 centiről ki tudna enni a számból egy szem zabot? Hát körülbelül, de próbáljuk ki, vedd be a sáskát a számból, próbáljuk ki. A le is vadásznál? Persze, azokat eszi, 3-4 darabot naponta. Figyelj, Zoli, tök komolyan, ez most örökbe mondhatom a gyereknek, odaadod? Igen, mert ezért mondom, kérdezz meg, kérdezz. Igen, a gyerek elvitte a kedvencet, csak hát most már ott igen, ha most visszakérdezik, ez szépen áll. Vegyétek meg, ezért le fogja amúgy is. Na, figyelj, most egy pillanatra váltsunk komolyra.
lehet ott tényleg mit a fekete özvegyre számítani. Ugye kaptunk a hallgatóinktól, ami drága hallgatóink, küldtek nekünk levelet, és mindenki leírta, hogy az első az, hogy cipő megkopogtat, sarok kijön, stb. Ez alap? Főleg a skorpiók miatt. Tehát főleg a skorpiók miatt. Mert hogy mi lesz, hogy kinalszunk majd a dzsungelbe, amikor ugye másnapot forgatunk reggel. Szeretettel másznak bele az cipőkbe, mindenféle csomagokba, ruhák közé belebújkálnak, főleg éjszaka mászkálnak, tehát azért azt mindenféleképpen, tehát hálózsákok meg ilyeneket azért át kell nézni. Hát ugye, hát a Páko megmondta, hogy mire számíthattok. Páko megmondta, hogy mire számíthattok. Mit be tudtuk hallani. Azt ennyi. És ha valaki tudja, akkor az ő. Igen, tehát ő ebben mester, úgyhogy ha onnan jött, úgyhogy, tehát ő tudja. Hát igazándiból azért pár mérges kígyó lesz ott kint, de hát mondjuk pár másodpercesek is vannak, úgyhogy azért nem kell tehát aggódni. Tehát nincs nagyon időnk átmenni nem, a másikhoz szólni. Nem lesz semmiféle fájdalom. Egy fekete özvegy után mennyi idő van? Tehát azt mondom a Janinak, hogy... Hát az ember szervezeti... Jani, adj egy kis fenisztírt, megcsíped! Van még időm elmondani, hogy adjon fenisztírt. Tyúkszem tabaszt, a hang se ír oda szerintem, mire megmerevedsz. Ennyi, tényleg? Hát mondjuk feketőzegyót nem fogtok találkozni, de vannak durva pókok is, meg skorpiók is kint. Azért arra azért tényleg vigyázzatok. Meg az éhező bunyós pityú. Hát ez meg a másik, hogy ő három nap után egy pár ízű. Megcsipte, nem csak éhes. Nézd a kamélon, még őnek is van véleménye. Figyelj, megy a mikrofonhoz, kiszúrta a mikrofont. Figyelj gyerekek, egy piros, zöld, gyönyörű szép kamélon üldögél egy faágon, amit Zoli egyébként 20 perce mozdulatlanul tart a kezében, nem is értem. A kamélon elindult a Zolihoz, közben forgatja a szemét, és át tud menni sárgába, át tud menni zöldbe. Hát azért zöldbe igen, át tud menni, azért citromsárgába nem annyira tud átmenni, de hát szerintem így is teljesen. Tehát ezek a párduc kamélonok a legélénkebb színű kamélonok, és a leggyönyörű. Mondjuk, hogy ő Madagaszkáron él, de hát ez egyszerűen tényleg gyönyörű. Tehát ő rá vagyok a legbüszkébb. Tehát nekem több kamélonom van. Hála Istennek most volt egy sikeres párzás is. Tehát ő, jaj, de jó! Igen? Ez nagyon de hát jó. Beszéljünk hát újra a kamélonról. Nem nekem! Hagyjuk, Zoli! Hát mi annak örülszünk ennyire? Százszor elmondtam már, hogy adásban, hogy hagyjuk a magánéletedet. Oké, jó, büszke vagy meg minden. Tényleg mi is örülünk veled együtt, hiszen van lelkünk. Jó, na, mi van? Kígyó, pók, mi van még ott? Pók, valami? Hát inkább skorpiótól félnék én a helyetekbe, igen. Skorpiótól félnék én a helyetekbe, tehát az ott lesz bőven éjszakai vendég, úgyhogy kaptok majd rendesen ott, én szerintem. Na jó van, gyerekek, csak az íze véget, nem? Abban van a vitamin, ahogy szoktam mondani. Abban van a vitamin. Hát Pákot hívjátok fel, azt elmond mindent. Az biztos, aha. Ezt már egyszer megpróbáltuk. Páko mindent el fog mondani. Hát nem értetek, lefordítom. Neki minden állatakkal a magó. Ő azt se tudja, hol van, se itt se, akkor ha kivisszük. Jó, figyelj, akkor a sünit mi megtartjuk, vigyázunk rá. Jó, este rongyot rá tenni, akkor abban érzi magát. Nem, a rongy benne marad, alul is benne lesz. Benne az alomban, és akkor abban, hogy beletúrja magát. Így van, egy kis macskalom, mert ugye szobatiszta, tehát rámegy az alomba. Szobatiszta teknős. A sűn szobatiszta. Így van. Tehát én kiengedem a szobából, visszamegy pisilni be hát a ketrezzel. Akkor azért nem, tehát főleg azért ismerkedni kell ugye az új környezettel, tehát első pár nap azért ismerkedniük kell a Benivel, de rá fog menni a macskalomra, és ugye ott végzi a dolgát. Tehát kell a macskalom. Van macskátok? Tehát szeretek a macskát. Macskalom. Csak a kutyakaja, meg ilyen sáskek. Igen, de a jobb minőségű, tehát tényleg jó minőségű. Jó minőségű. Még válogat is? Hát persze. Hát figyelj, örülök. Hát milyen sznob ez a kis... A törpesön is 21%-os áfás. És kutyakáján kívül adhatunk neki almát? Meg igen, gyümölcsöket, valamelyiket megeszi, valamikor megeszi, hát azért ő almában azért, meg mindenféle gyümölcsökben válogat. Jaj! Vigyázz, óvatosan! Gyere, Manu, mutatok egy jó, pókot közbe. Gyere, itt a... Láttad a pókot? Látom. Látod? Ez milyen pók? Egy madárpók. Egy madárpók. Tök jó, na ezt rázta a Beni. Vigyázzál. Óvatosan, mert... Láttad a pókot, Manu? Nehogy lehúzz az ágról. Figyelj, ez csíp ez a pók, vagy ez mar? Hát igen, tehát azért ugye madárpók az veszélyes. Micsoda? Mar. Hát akkor ezt letesszük, ezt nem adjuk. Jaj, hogy hívják ezt a kis állatot? Tájunk. Kitől kaptad, Manu? Kitől kaptad? Tőled. Bocsánat. Istenet, de jó apa vagy. És mire ezt betanítottam hát, neki? Ez hihetetlen, tudod, mennyit gyakoroltuk ezt a mondatot? Egy plüstig. Na, kitől kaptad? Mamától. Nem! Holnap adásban vagyunk, értsd már meg! Tőlem kaptad! Ugye milyen hülye? Ugye, hogy hülye? Igen! Igen, egy hülye pöcs! Apa is megmondta, egy igazi pöcs! És ez nem volt előre megbeszélve. Ezt szokta este mondani, igen, apa otthon? Igen. Csak mondom, ő is adott nekem egyet, ugye? Töki, adtál te is nekem egyet, adott egyet, amiből a... Oké. Okay. Jó, hát.
hogy ebből én bújok ki, elmondta, és amit ő adott, ha nagyon hiányzom neki, akkor majd ő kibújik az én állatomból, amit nekem el kell vinnem magammal. És ha hiányzik, akkor ő majd kibújik a kis paciból, amit adott nekem. Tehát állatot cserélt. Azt még nem tudom, hogy hogy oldom meg. Csak a kertészed ne bújjon ki a kezes lábasával, amíg nem vagy ott, ugye? Nem örülnék neki, ha ott találnám mesztelenül a mosogatógépszerelőt. Na jó van, Zoli, nagyon drága vagy, hogy ennyi mindent hoztál. Figyelj, tedd le nyugodtan, mert neked leszakad a karod, jó? És ha, gyönyörű. Ha bármilyen tünetet látunk, csípés, lefotózzuk, küldjük, persze, és akkor mondod, hogy én mi van. Tovább küldöm Pákonak, és megbeszéljük. Persze, megbeszéljük a Pákonak, persze, megbeszéljük. Hát ha fölvesz a telefont, tehát van olyan, amikor nem találja, úgyhogy... Figyelj, nagyon fontos, egy utolsó kérdés, hogyha ez a süni megmurdál, véletlenül, na, ne agyisd. Na, de ne beszéljünk ugyanilyen. Ilyen, okay, van egy ugyanilyen? Ludmilla 2. Nem hagyhatom ott a gyereket 6 hétig, úgyhogy egy hét után. Ez a süni... Egy éves. Ez a süni egy éves. Ez nagyon jól működik, nagyon jól viselkedik. Tényleg, igen? Eszik, iszik, ennek nem szabad. Rápróbáltunk sörétessel. Nem. Figyelj, te is mondjátok. Ez egy Patek Philippe, hogy jól működik? Hát ez egy állat. De azt mondom, hogy ez teljesen egészséges. Aha. Eszik, iszik, úgyhogy ez nagyon, nagyon szívós állat. Jól van. Jó. Na, de azért ne hűtsétek le, ugye afrikai törpesűről beszélünk. Semmi baj, akkor 10 percet kezd a mikróba, délután este megy a fagyasztóba. Szóljon. Nem, vigyázzunk rá. De ahogy is, a Benny imádni fogja, vigyázz rá. Viki lesz vele, anyósom lesz vele, vigyázzunk rá. Zoli, drága vagy, hogy bejöttél, nagyon köszönjük. Köszönöm szépen. Jó? Vigyázz magadra. Ha itt történés van, akkor ugyanúgy nekünk e-mail hívunk, mészvadászni, tehát hogy mi magyar hírekkel foglalkozunk. És... Vagy ha ti bajba kerültek, hívjatok, az kiugrok, hát pikpak, azt hiszem, hogy intézzük. Hát most nálam van egy Bianco repjegy neked, ha bármi van azon, hozd a szérumot. Zoli és Páko, mekkora csoda csapat le, lők itt kijönni. A Szilágyi helyett a Páko. Na, mi hozzátok a Szilágyi. Szilágyi is jó lenne. Imádnám, igen. Ez itt a Best of Morning Show. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon érdekes kísérlet. Méghozzá elsősorban szerintem azoknak lehet fontos, akik online ismerkednek, mert hogy egy amerikai társaság kipróbálta, mi történik, ha egy lány túlsúlyosan megy el egy online megbeszélt randira. Tehát úgy, hogy nem tudja a fiú, hogy kimegy, ugye? Tehát online összeismerkednek, ott lehet, hogy van egy kép, egy igen, jó minőségű fotó, mondjuk csak arcról, ahol akár nem is látszik, hogy egy picit duci a lány, túlsúlyos, és így elmegy, és amikor ő odaérkezik, akkor... Igen, három amerikai férfi készítette ezt a videót, hogy mi a helyzet az online randizással, ezt próbálták megfejteni. És a videón elmondják, hogy a nők, mi a nők legnagyobb félelme egy online randin, mi a férfiak legnagyobb félelme egy online randin, és kiderült, hogy a nők attól félnek, hogy sorozatgyilkossal találkoznak. Oh. Tehát fölviszi őket, megerőszakolja őket, csúnya dolgokat csinál, úgyhogy ebben nem mennek bele. A férfiak pedig attól rettegnek a leginkább, hogy a nő, akivel találkozni fognak, túlsúlyos. Ez egy komoly esettanulmány egyébként, hogy a férfiak félnek a kövér nőktől, vagy legalábbis mint pár nem tudják elképzelni, mert nincs benne a szépségről alkotott elképzelésükben az, hogy valaki mondjuk túlsúlyos legyen. Engem például az ápolatlan fogsor sokkal jobban zavarna, mint a túlsúly. Hát nézze, ott ülnék valakivel randizom, és nem lennének fogai, engem is nagyon igaz? Zavarna. Ez egy nagyon sér volt, igen. Igen. És az zavar még az orszúly is. Főleg, ha egy lánynak. Szóval az ápolatlan fogsor az azért, mert azt szerintem mindenkit zavar, de azért a túlsúly az ugye az egy olyan dolog, van, aki elfogadja, van, aki nem. Érdekes a videó, mert hogy fiatal csinos nőket kértek meg arra, hogy alkalmazáson keresztül szervezzenek le maguknak randit, és csak akkor váltak kövérré, amikor megjelentek, aha, ezen a randin. És azt nézték, hogy végigüli-e a férfi a randit, vagy pedig föláll. Elmentek, mutatják a kísérletet, érdekes a videó, arról szól, hogy három helyes csajt elkezdenek maszkírozni, beraknak a hasuk alá valamit, és pufin érkeznek meg erre a randevúra, és elmondják, hogy miért hisztak meg velük, mi történt, stb. Stb. És öt férfiből mindössze egyetlen egy ülte végig a randit, és beszélgetett a lányjal. Neki végén elmondták egyébként, hogy, aha, ez egy kísérlet, és hogy ő volt az egyetlen, aki végülte. A többiek azok, de azonnal felálltak vajon? Kifogást kerestek, és elmentek. És megcsinálták fordítva is ezt a kísérletet, ami arról szólt, hogy egy túlsúlyosnak öltöztetett férfival összehozták a nőket, és a nők, hogy mennyivel több empátia van bennük, és mennyivel értelmesebbek szerintem, mint a férfiak, megdöbbentek, de mindannyian kedvesek voltak, és ötből öt nő egyébként végigülte a randit. Mert nagy maci. Igen. Hát, és a végén még meg is döbbentek, hogy milyen jól érzik magukat egyébként azzal a nővel.
Aha. Más valószínűleg az indítatás, tehát a hapsik, ez a négy, aki fölállt, ők valószínűleg szexpartnert kerestek. Nem? Tehát ők nem hosszú távú kapcsolatban gondolkodtak, hanem oda mentek, hogy hát, ha lesz belőle valami, és akkor azt mondta, hogy hát egy kicsit plusz size a nő, azt hiszem így mondjam, a modernül, akkor azzal nem foglalkozom. Igen, és a nők benne voltak a következő randiban a ducib vagy kövére pasival, amíg a kövér pasi vagy a kövér nők, akik érkeztek, ugye ott a pasik ötből négy teljesen egyértelműen lelépett, elmenekült, és ott hagyták a duci nőket. Mert ilyenek. Fordítva ez működik. Ilyenek a nők. Ilyenek a nők, ez az intelligencia, tényleg úgy néznek a kövér férfire, mint mondjuk a Michelangelo egy hatalmas márványtömre, hogy benne van a Dávid szobor. Mélyen. Ott van benne. Ott van benne. Nem, valószínű, itt egy ilyen természetes kódolás van, hogy a nőnek egy duci férfi az maga a biztonság, amit ad, nem, egyfajta ilyen apakép, hogy jó hozzábújni, hogy mackós, hogy a sok nőt nem zavarja egy pasi duci. Uh-huh. Míg azért a férfiaknál van egy kép, egyfajta szépségideál, amihez azért a legtöbb férfi ragaszkodik, és 10-ből 9 férfi a jó nőket és a modell alakú nőket nézi meg. Viszont nem mindenki, nyilván van, aki a ducib nőket szereti, de több férfi szereti a normál testalkatú nőket, mint a hány nő szereti mondjuk a duci férfiakat. Ez marha érdekes, mert ugye a hosszú évszázadokon keresztül tényleg a nagyobb, testesebb, endomorfabb típusú hölgyek jelentették a szimbólumot, az anyaságnak a szimbólumát, és itt jöhet elő szerintem az, amit a Feri mondott, hogy igen, ezek az urak valószínűleg inkább szexpartnert kerestek maguknak, sem mint egy társat. Tehát egy nő viszont, ha elmegy egy ilyen randira, akkor valószínűleg ő hosszú távban gondolkozik. Tehát kíváncsi arra, hogy mi van belül, de ugye nem az Adoniszt keresi belül, hanem hogy lehet-e vele beszélgetni, mit gondol a világról. Plusz a nők ezeket a dolgokat mindig is jobban kezelték, tehát tényleg türelmesebbek. A hapsi oda megy, és azt mondja, hogy hát elsőre cicám, te nem jöttél be nekem, mert van rajta 20 kiló, akkor nincs miről beszélgessünk. Szóval, hogy így szerintem... Meg a férfi határozott képpel megy oda, tehát ő már azt elképzeli, lejátsza magában, amíg a nők valójában sokkal tényleg empatikusabbak, és azt mondja, hogy jó, kicsit ducibb, nem baj, még így is tetszett egyébként, igen. Írjanak azok nekünk, akik online szoktak ismerkedni. Szerintem egyébként az online ismerkedések 80%-a azért leginkább a szexről szól, nem? Hosszú távú kapcsolatot keresel te online? Egy bizonyos kor fölött lehet. Uh-huh. Tehát ha valaki mondjuk, nem tudom, 50-60 évesen online ismerkedik, ott már nem biztos, hogy a szex a mozgató rúgója. De fiataloknál, vagy a 30-40 éveseknél az online ismerkedés nagy része arról szól, nem? Amellett, hogy nagyon sok magányos ember van fent online, aki mondjuk nem tud különböző interakciókba lépni emberekkel. Mert most 30 évesen már online ismerkedik. 30 évesen már akarsz járni valakivel, nem? Nem csak egy vízi nuveláról van szó. Uh-huh. Tehát, hogy sokan vannak olyanok. Én szerintem nem ismerem az online társkeresést. Szerintem a nők többsége, hogy nincs fórum. Erről már beszéltünk egyszer. Egy mai 30-40 évesnek nincs olyan fóruma, ahol ismerkedni tudna. Mert van a munkahely, aztán hazamegy, oda egyedül megy haza, és kész, és nem tud elmenni olyan társasági helyre, ahol egyébként meg tudsz ismerkedni valakivel. Tehát valószínűleg, hogy ma már az internetes ismerkedés is arra megy rá, hogy te rendes párkapcsolatot keres magadnak, vagy legalábbis a nőknél. Aztán, hogy ezt férfiak vadászterületnek használják, az egy másik kérdés. Szerintem egyébként a szexpartner kereső szegmense ennek a társkeresésnek, ez sokkal őszintébb lehet, mint az effektíve valóságos társkeresés, amikor mondjuk egy párt az életedben, egy párt keresel magadnak. Megmondom, miért? Mert egy ilyen találkozásnál, ugye, hogyha nem játszottál nyílt lapokkal, hogyha tényleg nem úgy nézel ki, vagy mint mondjuk a fotókon, vagy a paramétereid nem olyanok, akkor ott nem lesz semmi. Abban a pillanatban a vége a történetnek. Tehát nekik sokkal őszintébbnek kell lenniük, mint azoknak, akik adott esetben mondjuk egy érzelmi kapcsolatra is vágynak. De ez rendes partnerkereső oldal volt, ugye? Nem szexpartnerkereső. Szerintem ez rendes, ez teljesen rendes, igen. Mik az átvágások az internetes ismerkedésben? Tehát ha valaki azt írja, hogy kellemesen molett, akkor az azt jelenti, hogy rohadt nagy. Tehát te hazudsz online? Biztos, hogy hazudsz, nem? Igen, mackós alkatú férfi. Tehát most a mackós alkatú férfi azért sok minden benne van. Hát kicsi mackó, gondolom, vagy igen. Nagy mackó. És kóla is, meg a grizzly is. Igen. De miről szoktak hazudni a nők, miről hazudnak a férfiak? Egy férfi miről hazudik? Vagy egy nő miről hazudik, ha online ismerkedik? Biztos, hogy megvannak ezek a sztereotípiák, hogy egy nő is felépít hazugságokat a magáról online. Tessék, mondjon mindenki egyet, amiről szerintem a nő hazudik, meg amiről a férfi hazudik. Biztos, hogy van ilyen. Magam által átlagos magasságnak, mások által kifejezetten alacsonynak mondott férfi. Igen, igen. Most mondok sztereotípiákat, csak hogy jár az agyam, mint életkor. Ki hazudik inkább nők. Az életkorban? A nők vagy a férfiak? A nők valószínűleg az életkorban hazudnak, nem? Miben hazudhat még egy nő? Súly?
Súly? Súly, hát, meg súly biztos. Igen. Súly biztos. Melméret, teljesen egyértelmű, hatalmas labda. Hozzátesz, elvesz belőle, de nem biztos, hogy mindenki az igazit írja. Na de várj, egy társkereső, nem írja meg senki a melméretét. Nem? Nincs az, hogy 90-69. Hatalmas, kettődés, kosaras melltartok. Óriási mellek várják szerető gazdáikat. Igazából az fél évente dúcolja az IKV, mert gyere és masszíroz kedvedre. Azt csinálsz velük, amit akarsz. Nagyon hálásak. Ez már nem a társkereső. De mit tudom, akkor súlyban, életkorban biztos, hogy a nő hazudik. Miben hazudhat egy férfi? Súlyban a férfi is, szerintem. Nem, az nem ott kezdődik. Ott kezdődik, hogy a férfi azt mondja, egyedülálló. Szerintem innen indul. De hogy férfi egyedülálló, annak szerintem 80%-a orbitális hazugság. Vagy házasságban, vagy éppen válnak, vagy a harmadik szeretet, vagy kapcsolatban. Tehát ez az egyedülálló, ez szerintem a pasiknál óriás kap. Nem magam által egyedül, a másik által családosra mondanat, úriember vagyok. Jó anyagi körülmények. Közülünk senki nem nyomult online, nem? Soha. Hát akkor még nem volt, amikor lehetett volna, aztán... Zsül, te nyomultál online? Na gyere csak ide egy kicsit, picit, ugye? No. De a legnagyobb azok online. Azok az idők elmúltak már. Te mindig őszinte voltál? Általában, de igen. Tehát nem volt erelés? Nem mentél úgy egy randira, hogy valami orbitális nagy kamu jött veled szemben, leírta ezt, az is rájött, hogy nem egyezik, de még a hajszínese abban, amit írt egyébként hát, online. Túlsúlyos lány, na az volt. Volt. De ő megmondta, hogy túlsúlyos, vagy ő odaírt, hogy kedvesen molett, vagy... Igen, csak a mértéket nem, hogy mennyire. De analóg srác vagyok ebben a digitális világban, nem? Online találkozás, ez milyen hülye világ? Régi bódi vagy, romantikus, családcentrikus. Összerakhatunk neki egyébként egy hirdetést. Na, nézzünk egy-két SMS, nagyon sok történet van. A neten ismerkedés olyan, mint az álláskeresés. El kell küldeni 100 önéletrajzlevet, amiből jó, ha 10 válasz jön. Ebből körülbelül 5 randi, amiből jó, ha egy hosszabb, rövidebb ideig tartó kapcsolat lesz. Mi is így jöttünk össze a párommal hosszú keresés után. Mi voltunk egymásnak az üdítő kivétel. Igor 3 hónapos múlt egyébként. Én nálam konkrétan 20 centi tűnt el a pasiból, mire leért Pestről Gyöngyösre. Barátnőm ismerkedett egy sráccal, aki azt írta, hogy környezetvédelmi cégnél foglalkozik logisztikával. Kukás autót vezetett. Fruzsina küldte nekünk. Mindig előre jelzem a testi hibáimat, csecsemő méretű szerszámomat 3-4 kilósan beírom. Találkozáskor derült ki, hogy alacsonyabb, mint én, és egy nagy bibircsok van az arca egyik felén, több találkozó nem volt. Azt mondja, randiztam egy lányjal, aki mások által csinosnak, mondottnak írten le magát. Eljött egy olyan hiányos fogazatú szemtengely ferdüléses foltokban tépett hajú valami, hogy komolyan kezdett érdekelni, kik lehetnek azok a mások. Írja Csaba. Pasiknál teljesen tipikus, hogy jóval korábbi képeket raknak fel. Na például ezt nem ismerte, milyen jó. Valószínűleg online keresésben ő is fekete öves. Mindenki kamuzik igazából. Legtöbb férfi egyébként, hogy lát a testmagasságával kapcsolatban hazudik. Hát az a férfiaknak szerintem a testmagasság. Én is hazudnék. Azt mondanám, hogy 150 vagyok, és milyen kellemes csalódás lenne, amikor igen, apró, kicsi, tervető 148 cm-es. János Kavárja. És oda benne és oda a 165 centis Dalia. Igen. Mi? Gólyalábakon érkeztél? Kérdeznék, igen. Nem a férfiakat védem, de tapasztalatból mondom, sokat csajoztam online, minden nő komoly kapcsolatot akar az első 5 percben. Ezt Balázs küldte nekünk. Én egy 55 kilós lányt vártam, megérkezett egy 80 kilós. Megkérdeztem, mi volt az ebéd, hogy az a pár kiló így felszaladt. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggel! Sziasztok, Zoli vagyok. Na, hát Zoli, te a hangod alapján egy fekete öves online ismerkedő lehetsz. Ez bukta csúnya. Igen? Nem vagyod? Hát gyorsan feladtam szerintem. Na, mi történt? Hát több évvel ezelőtt történt, egy internetes oldalon ismerkedtem egy lányjal, körülbelül 2 hétig tartott az ismerkedésünk, amíg így elmélyültünk egymásba a levelezésbe, túlestünk az első fényképeken, elég biztató volt a sztori, azt hittem megtaláltam a nagy őt, úgyhogy megbeszéltünk egy találkozót a Bosnyák téren, nagyon szép napos idő volt, vártam, jött szembe egy sukár lány, távolról jól nézett ki, és hát utána, ahogy közelebb ért, éreztem, hogy valami probléma van az erőben, és a lányzó, ahogy így rám mosolygott, és azt mondta, hogy szia, rögtön némi hiányosságot véletlen felfedezni a szájába. Ezzel utalnék a fogatlan történetre, amit te is mondtál. Hiányzott egy-két fog. Atya hát, Isten, finoman kemény. Fogalmaztál. Aha. És még ami meg volt, az is sötét színű volt. Úgyhogy hát annyira meglepődtem, hogy végül is úgy döntöttem, hogy akkor menjünk tovább a történettel, majd valamit kitalálok. Beültünk a kocsiba, és elmentünk a Hősök terén, volt egy kávézó,
oda elmentünk, hogy akkor kávézunk egyet, de hát fogalmam nincs, miről beszélgettünk, mert csak ő beszélt egész úton, én arra koncentráltam, hogy hogyan rázzam le. Aztán tettem egy nagy kört a Hősök terén, és azzal lendülettel vissza is vittem a Bosnyák térre, és ott megálltunk, és akkor csak annyit kérdezett, hogy néni, visszajöttünk ide, ugye? Hát mondom, igen, jól látod. Ja, hogy visszaértettek oda a Bosnyákról, találkoztatok. Aha, igen. Szegénykém, hát nem volt a helyzet magaslatán. Uh-huh. Hát nem, úgyhogy velem ennyi történt. Fel is adtam egyébként gyorsan én is. Azóta nem is, nem is használod az online ismerkedést? Hát több okból sem. Azt hiszem háromszor próbálkoztam vele, mind a háromszor negatív tapasztalat, aztán utána végül is sikerült megtalálni azt, akit kerestem, úgyhogy azóta nincs is rá szükségem. De őt nem online? Nem. Nem. Aha, tehát egy élőben találkoztató. Így van. Uh-huh. Na jól van. De a Bosnyák téren. és a tesója volt. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Én is, sziasztok. Szia. Hello. Mikor találkoztunk a lányal, megláttam, szabályosan sokkot kaptam, a csajnak nagyobb bajsza volt, mint nekem. Ezért gyerekek, ez az online is, ezért ez kemény. Ez egy kemény világ, nem? Mikor úgy várod, hogy megérkezzen, és ilyenkor, nem az jön, akit elképzeltél. Ilyenkor, ha késel, akkor az jó, nyilván persze tapintatlanság, hogy elkésel egy randiról, főleg úgy, hogy te vagy a férfi, de egyébként ez a hölgyekre ugyanúgy igaz. És megvárod, amíg odaérjen, és csekkolod, és adott esetben mondjuk itt telefonnal, hívással lemondod azt a randit, amikor meglátod, hogy mégsem a nagy ő érkezett, akkor az nem korrekt? Hogy érzitek? Hogy micsoda? Hogyha tehát, hogy egyszerűen, hogy később érek oda. Igen? Megvárom, hogy odaér. Egy pálma mögé. Lecsekkolom, hát de most érted, akkor nem jó. Nem jó, mint autókázni a Bosnyák. De 45 évesen vagy 50 évesen lesekedsz egy bokor mögül. De miért nem lehet jó, az, ne hogy... úgy képzel, most Feri bedobt ezt a lesenkezőkból mögött. Nem úgy kell elképzelni, hogy a nem vált, ezért felnőtt férfi, ülj oda egy asztalhoz, aztán mert neki megmondani, szerintem a legtisztább mindig azt, hogy megmondani neki, hogy figyelj, nem erre gondoltam, ne haragudj. Ígyunk meg egy kávé. Ígyunk meg egy kávé. Nem arra gondoltam, amit te vagy. Megmondod neki, most érted, elbújsz tényleg egy bokor mögé, olvasod egy népszabit, egy szivarral átégeted, és két lyukon keresztül nézed, egy műorral, egy bótsipkában nézed, hogy megjön a nő, hát azért 45 évesen már az ember nem akar bujkálni. Szerintem... Hát mondd meg neki, őszintén, hogy figyelj, tök helyes vagy, nem akarlak megbántani. De most érted, egy túlja mögül leselkedni, nem tudom elképzelni. Vagy bekéretkedsz a pultba. Vagy hajléktalanként érted ott. Oda mész aprót kérni a lányt. Szóval ezt nem tudom, nehezen tudom elképzelni. Tehát, hogy ezek az emberek, akik mondjuk az interneten keresztül ismerkednek, ezek valamilyen szinte, szerintem egy nagyobb százalékban azért ilyen félszegek, vagy nehezen teremtenek kapcsolatot. Nem? De én azt gondolom, hogy az online ismerkedés egy része vagy szexről szól, vagy attól, igen, vagy arról, hogy valóban nem mersz élőben, vagy nincs lehetőséged, de sokszor inkább a gátlások visznek rá az viszont online akkor szemtől szembe őszintének lenni sem könnyű. És azt mondani, ebben hogy van igazság, hogy az a típus, aki online ismerkedik, sokszor nem tud az életben, igen. Tehát az ilyen társas interakciókban úgymond alul marad, és fél őszintének lenni. Pont ezért ismerkedik online. Igen. Hmm. Akkor marad mégiscsak a leselkedés. De egyébként figyelj, ez egy azt jó. Érted, hogy úgy nézel ki, mint a fiatal Charles Bronson. 40 éves férfi vagyok, 10 éve próbálkoztam az online társkereséssel. Én épp az ellenkezőjét alkalmaztam, sokkal rosszabbnak festettem le magam, mint a valóság. 10-ből 9 esetben sikerem volt a találkozáskor. Ez az, Robben. Az a gond, ha még így se. Hát, hogy tudod. Igen, jobbra számítottam. Csak tudjátok, hát, ha rosszabbnak fested le magad, akkor ott van a csapda, hogy ugye nem találkoznak veled, mert rossz. Tehát egy ízé, erősen nagyot halló, félszemű, bibircsokos férfi várja élete szerelmét, hát nem gondolom, hogy éjjel-nappal csörögne a telefonod. Tehát finoman kell súlyozni. De lehet, hogy ő egyébként annyira jó képű, hogy az a kép, amit magáról rontva föltett, még az is menő. Oda meg berakottva, milyen brutál képet, igen. De nem, most egy kicsit ráfűztem nekem, ez a bujkálás egyre jobban tetszik. Hogyan menjünk netes randira? Hogyan menjünk netes randira úgy, hogy álcázzuk magunkat, mire megjön egyébként a delikvens, igen. Uh-huh. És akkor hogy van, hogy te tetsz egy jelszó a szegfű, és akkor te tetsz egy virágot a kezébe, hogy megismer? Igen. Igen? És akkor azt lesed meg, aki mondjuk virágot fog a kezébe, vagy egy száz szegfű? Vagy egy mágdarálót. Jelszó, mágdaráló. De egyébként szerintem... Igen, és itt vagyok. Igen. És jó, és akkor ma találkozunk, ahogy hívják, nem, mit tudom én. Ezért a Ferenciek terén is legyen a kezedben egy hurgadőt. Innen ismerjük meg egymást. Vajon a nők is elmenekülnek, vagy a nők inkább megmondják, hogy figyelj, ne haragudj, hazudtál, nem is így, nem jól nézel ki, nem erre számítottam. Mert szerintem, a pasik szerintem többször gyávák, mint a nők egyébként. A nők szerintem sokkal őszintébbek. Bátrabbak, nem? Tehát ők megmondják a tutit.
Nem, én egyébként most már átgondoltam, leírnék mindent egészen precízen, pontosan, tényleg a pőre valóságot, csak a végre hozzájönöm, hogy jó, de tudom, Sebesén Balázs mobil számát. Jó, oké, értem én. Értem én, jó, hogy nem hívtok, rendben, de meg tudom adni a bali mobil számát. A dolágsali kis összenete a végére, nem? Hát azért az gyerekek, az egy gyöngycöm. Párkereső. Poén, hova rakta a Zsül? Persze, hogy nincs meg. Itt van, na. Ki írt a célére? Na, figyelj csak, a dolágsali, ez nagy klasszikus. Keresem azt a zenét szerető, természetet kedvelő, színházba járó, romantikus lelkű, intelligens, művelt, kedves hölgyet, aki le... Na. Ez itt a Best of Morning Show. Hogy ugye ez utolsó adás, ugye? Elvileg, Afrikából jelentkezünk. Igen. De hát ez egy veszélyes hely. Ahova megyünk. Uh-huh. Ez most azért ott van elég sok minden, mindenféle túlzás nélkül. Akkor nem menjünk. Hívjuk fel a Kolosi Pétert, és a rádió vezérigazgatót, és mondjuk meg, hogy hagyjanak Sáncok. Ezzel a baromsággal, gyerekeink vannak, hogy minek oda kimenni, hát normálisak vagytok, Péter, nem megyünk. Mondjuk abban lenne rock and roll. Igen. Az tökös lenne, Jani. Főleg ha a ködbéremre gondolok, amit akkor fizetem kellene. hogy annyit celebbel voltunk mi egy kicsit, nem azt mondom, hogy bántóak, mert szerintem nem, de talán egy kicsit csipkedtük meg őket, vagy martuk meg őket, hogy mondjatok kettő nevet. Aha. Akiket még nem, és azokat bántsuk meg most. Akiket az utóbbi időben mi mondjuk egy kicsit megcsipkedtünk, olyat mondtunk, olyat mondtam, te bántottad meg, én mondtam rosszat, te is esetleg beszóltál. Így van. Celeb, fontos. És celeb. Te is. Én is, és aztán Balázs is. Igen, és aztán megint a Balázs. És ha nektek nem jut eszetekbe senki, nézzetek rám, és eszetekbe fog jutni. Megmondom miért. Mondtok mondjuk két nevet, teljesen váratlanul rájuk csörgünk. Uh-huh. És olyat teszünk, amit mi nem tettünk meg soha. Uh-huh. Azt mondjuk, figyelj ide, kedvelünk, jó, hazudunk. Na, de jó vagy. Dehogyis, egyébként a celebek nagy részét, egyébként akikről mi beszélünk, és akiket megcsipkedünk, mi kedveljük. És azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ki. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, hogy odaérünk-e. Nem tudjuk, hogy elveszünk-e Johannesburgba. Ki tudja, hogy ott ebola, farkas, éces majom, beutazók, csádi bevándorlók. Szeretünk. Ne haragudj. Aha. Tehát, hogyha nem jönnénk vissza, akkor ne legyen tüske benne? Ne legyen tüske. Húzzunk ki két tüskét valaki. Akit mondtok. Itt a telefonkönyvem. Akit mondtok. Kit hívjunk föl. Ki volt az? Hát ki nem volt, az egyszerűbb. Aki nem volt, de akkor keressünk. Nem tudjuk, mit csinál. Nem tudjuk, elérhető-e. Most mondunk két nevet. Volt valaki legutóbb is. Én esküszöm, hogy szintisztán jó indulatból mondtam. Amikor az volt a témánk, hogy ki mennyiért vállalna be valamit. Igen. És én azt mondtam neki, vagy azt mondtam adásba, most ezzel remélem nem nyitom ki újra Pandora szelencéjét, hogy mennyire vállalnád be, hogy most Galambos Lajos beleül az orrodba egy hét nem fürdés után. Amit alapvetően egyébként... Én ezt kedvesen mondtam. Ez egy fikció. De basszus, nem akartam bántani. Ez egy fikció. Ugye? Ez csak így elgondoltam. Miért ülne bele a Lajos az orrodba? Mondjuk én ilyen fikciókra riadok fel éjszaka. És miért ne fürden egy hétig? Csatakos homlokkal. A bulvár lehozta címlapon. Gyerekek, csak mondom. Van a sztárban sztár. Ugye? Uh-huh. Van. A gyerekek, minket azért felnégyelnének, amit ott a Hajós mond meg, a Majka mond meg. Azokat másnap címlapon hoznák, és országos balhé lenne, és jönnének ja, jó, ide de a rádió Hajós előtt. A kultúra, mi pedig mindennek az alja, ezt ne felejtsük. Olyan szinten mondanak előadókról dolgokat, hogy azt nem hiszem, azt mi mondanánk. Hogy miközben nem az eredeti előadó a lényeg, hanem... Igen, most valami sertéses összehasonlítás volt pont egyébként. Mi kicsi dolgot mondunk, és óriási balhé van belőle másnap címlap. Ott olyanokat mond a Majka, a Hajós. Mert ő kedvesen mondja, te meg nem, tudod? Kicsit mi azért így mert a Hajós biciklivel jár, te meg így van. Mivel járnál? A Lajos ezen megharagudhatott? Hívjuk föl, mondjuk meg neki, hogy Lajos, nem úgy gondoltam, hogy egy hét nem fürdés után te beleülsz a Jani órába.
két hétre gondoltál. Egy alapvetően csak néhány nap forgott a fejembe. Jó, Lajos, hívjuk a Lajost. Jó, hívjuk fel. Kérjünk tőle bocsánat. Gyerekek, én ezt tízig tudom csinálni, állítsatok le, nekem annyi ember van. De nem azért, mert valójában lelkiismert furdásom van, csak ha bármi történik, nem maradjunk úgy meg, hogy nem jönnek el, vagy nem úgy, nem úgy gondolnak ránk vissza, hogy azért én ez három jó. Én nem láttam egyetlen címlapot sajnod, hogy Madon Jani beszólt valakinek. Persze, én mindig csak azt mondtam, hogy engem igazából ez a dolog nem érint. Te szemét, mindig én viszem el a balhét, akkor azért te is nagyon osztasz mindenki, csak valamiért mindig én viszem el a balhét. És mindig én vagyok keresztre feszítve, karóba húzva. Hívjuk a Lajos. Jó? Röviden, szia Lajos, bocs. Kész. Aha, és leveszünk. Nem akarom. Gyerekek, ott van a Pataki, ott van a Vágó, ott van a Fási, ott van a Kozsó, ott van a Szabó Zsófi, a DJ Dominik. Én annyi nevet szedtem össze. Pokora jutsz. Én teszem, mint állat. Haló. Haló, Galamos Lajos. Lajos, keresünk. Hello, Lajos. Morning Show, Balázs, Jani, Feri, hello. Jó reggelt. Kívánok, hello, fiatok. Jó reggelt. A retyón ülsz? Na kezdjük. Nem, az autómban. Ja, csak olyan visszhangos volt. Nem kellett volna kicsit korábban felhívni, mondjuk egy másfél hónapja. Nem utánskodj. Nem. Azért gondoltam, hogy a retyón ülsz, mert olyan visszhangosodnak, ha a kocsitban ülsz. Jó. De ezt hagyjuk erre, eresztjük el ezt a szállat. Figyelj ide. Te drága ember, mi másfél hónappal ezelőtt mondtunk valamit, egyébként nem én, hanem a Feri. Szóval, azért ezt a két hangot nem tudod összekeverni. Igen. Mi ma repülőre ülünk, és azért hívtunk föl, hogy ne haragudj. Én nem haragszom rátok. A kellemetlen az egészben az, hogy nekem gyerekeim vannak. Tanítom őket arra, hogy fürdjenek le, tudod. És akkor hallanak egy ilyet reggel a rádióban, nem értik. Uh-huh. Én számukra egy példakép vagyok, tanítom őket. És nem vagyok celeb. Celeb az, aki saját erejéből nem lett senki. Ez egyébként tökéletesen így van. Én előadó művésznek tartom magam is, producernek, és tehát nem celeb vagyok. Egy előadó, énekes, trombitás, szórakoztató, vagy amit akar. Így van. Azt gondolom, hogy ha te nem fürödnél egy hétig, vagy Feri, vagy senkit Jani... Senkit nem zavarna, jönned, senki. Nyilván humor volt, de állam ez tender. Figyelj, Lajos! Csak nem, a gyerekek szempontjából kell gondolkodni, neked is persze, van gyereked. Fogod látni ezt majd, halli sok vagy minden. Meg látod most is, hogy mennyi kellemetlensége van. Utaltatok a Starban Starra. Figyelj! Na hát ott, na hát én ahhoz képest... Én nem értem, hogy ezt miért kaptam. Én azért semmit nem tettem. És ez a műsor nem arról szól, hogy az eredeti előadót majd megfirkáljuk. Nem arról szól, hogy tudják előadni a dalt. Kőkény Attila a hadsorból négyet tudott megtanulni. Jó, azért hívjanak ők föl, csak mondom, na azért majd hívjon fel a azért Hajós, nem hívjon fel a BM-t. Azért kérek elnézést, ha esetleg velem valami történik, vagy velünk, hogy nem maradjunk tüske és hozzá szegfű. Rádiót, na hallgatsz minket, de drága vagy. Érdeklődés hallgatok, és annak örültem, hogy a kicsi falu Mozgóeltemény című dal nem a Bugyizón énekelt, amikor bejátszottátok, hanem az én volt. Na látod? Látod, hogy tudat alatt már elindult a bocsánat. A tisztelet miatt. Rosszul tudod, eredetileg ez a Balázs Faterjainek el. Baromira kedvelünk, bármi történik, imádunk, látok, szeretünk, jó? Gondolj arra, neked is van gyereked. Tudom, szóval szegény, elég teher vagyok neki. Kell. Nem azt mondom, hogy ettől még felkelt a nap, és hála Istennek semmi olyan nem történt. Kívánok nektek jó utat, érezzétek jól magatokat. Imádunk, szeretünk, jó? De tényleg komolyan mondom. Jó, puszilunk. Okay. Vigyázz magadra. Sziasztok. Galambos Lajos, szia, köszönjük lak. Szépen. Ciao, hello, hello. Egy kipipálva. Tessék, egy kipipálva. Egy megvan. Erre az évre, meg is vagyunk. Jó. Akit még nagyon csúnyán. Igen, nagyon, uh-huh. De szemét ne szúrjatok hátba, ez egy kollektív bocsánat. Nem, akit igen. Nagyon csúnyán, rohadékok úgy árultak el. Akit aztán nagyon a sárba döngöltél, megtapos. Várjás, most tudod, miért lesz szemét? Mert nem csak őt, hanem a gyerekét is. Érted? Na, mert elővettél egy olyan momentumot, ami ahhoz a gyönyörű, okos, kedves, így aranyos van. Kislányhoz kapcsolódik. Fási Zsülikéhez. Soha. A büdös életben nem bántottam Zsülikét. Csak bejátszottuk a Hotel Silver. Így van. Amit ő énekel. Na. Hát. De ő akkor hallotta egy stúdión kívül először, és nagyon rosszul esett neki. Jó, vezekelek. Oké, okay, utolsó. Na, adás, Fási Ádám, tessék. Fási Ádám, rohadjatok meg. Már ezt kinek üzentem. Na. Gyerekek, higgyétek el, minden sztár azt mondja, nem engem a gyerekemet. Persze, persze. Fási Ádám. Ó! A mester! Balázs, Morning Show.
Jani szép Feri. Ádám! Szia, Ádám! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó az irány! Jó az irány! Jó nyomább! Ádám, mikor zavartunk éppen? Mit csinálsz? Most kávézok pontosan, nemrég kettem. Cukorral, tejjel, hogy iszod? Hogy iszod? Mit vigyek holnap reggel? De jó, most nem a retyóval kezdted. Én féltem, hogy a budin ülsz te is, mint a lajcsés. Igen, ez... Hát, ha 10 perc előbb kész, akkor ott vagyok. Minden embernek működik a rendszere. Ádám, figyelj ide! Barátom cimborám. Azért hívtunk föl, mert most vezekelnem kell. Vezekelnem kell, mert nagyon sok olyan embert, akit egyébként nagyon kedvelünk, esetleg olyan úton, módon vettünk mi a szánkra, hogy az adott embernek rosszul esett. Mivel mi elmegyünk Afrikába, 9000 kilométer messzi vidék, nem fehér embernek a szó legszorosabb értelmében, nem szeretnénk, ha általunk kedvelt celebekben ez tüske maradna, és azért hívtunk, hogy azt mondjuk neked ti is. Nem így van, minket, sajnos minket is belerántott ebbe a dologba. Nem tudod, hogy mi nem gondoltunk, hogy ez rajtunk soha nem múlva. Bármit mondtunk, bárhányszor beszéltünk rólad, említettük a Hotel Silvert, téged, a mulatos zenét, nem, már nem is tudom, milyen összefüggésben. Szeretünk. És ne haragudj. Mondd ki a szót, hogy... Ugye én soha nem haragszom, nyugodtan csak csipkedjetek és verjetek össze szavakkal. Ezen nincs semmi gond. Kislányomat ne bántsátok. Na. Hát Zsülikét nem, egyszer csak bejátszottuk egyszer a Hotel Silvert. Igen. És azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy... Hát, gyerekeinket ne bántsuk. Ez igaz. Tök jó, engem igazán. Lehet. Jó. Hát téged meg nem. Szabadon fogunk. Kéknevű, magas, kövér, alacsony, minden vagyok. Reket. Dehogy is, imádunk téged is. Nincs semmi gond vele ezen. Nem... Én nem maradszom a csipkedődnek velem. Őrizd meg bennünket úgy, hogy azért te kedvelsz minket, jó? Miért mi javítunk a karmánkon. Tessék? Miért? Mit csináltok? Eltűntök az országból? Ne reménykedj. Ne reménykedj, visszajövünk. Elmegyünk egy hosszabb kiküldetés, és gondoltuk, hogy akkor kicsit most is spontán vezeklünk, és fölhívjuk azon celebjeinket, akiket mi azért itt az évek során kicsit így megmartunk. Jó? És hát te is közte voltál, úgyhogy... Kedvelünk, imádunk. Minél többet marjatok, annál jobb a brandépítés. Ezt akkor én fölvettem, és be fogom játszani bármikor, amikor szóba jössz, hogy erre te felhatalmaztál minket. Igen, jó? Nincs semmi gond. Vigyázz magadra, jó? És áldjon meg az Isten veleteket. Áldjon meg a jó viszont, Isten. Viszont. Zsülikét puszíjuk, és csak így tovább. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, szépen. Szia. Csak így tovább, te rohadék. Tessék, DJ Dominik vagy Kozsó? Dominik? Kozsó. Te mit a Dominikot mondod? Mind a kettőt. Nem akarod. Még itt a Bodzoli is hozott egy csomó minden állatot, meg itt a Benny közben. Gyorsan. Kozsó. Bárkony Attila. Mi DJ Dominiket keresjük, akkor bocsánat. Én lennék pont ugyanaz. Ja, na, jó Balázs van. Morning Show, hello. Szevasztok, jó reggel. Itt a Jani, itt a Feri is, csáó. Miért mondtam el azonnal? Egyszer bocsánatot akarunk kérni, de azt is úgy, hogy közben. Drága Attila, figyelj ide, nem gondolom, hogy minket hallgatsz, szerintem van jobb dolgod, de hogy mi elutazunk Dél-Afrikába, bocsánat, élőadásban, vagy nem is mondtam, csak így rátörünk hirtelen. Szevasztok, hello. Bocs, hogy nem mondtam, élőadásban van. Mielőtt valami kicsutod, de profi vagy, úgyhogy nem fog. És felhívunk egy-két hírességet, nem mondom, hogy celebet, mert a sokan bántónak érzik, te sem vagy az, akiket mi azért az utóbbi pár évben egy kicsit megmartunk, megcsíptünk, emlegettük őket, és hát te is közte vagy. És azért hívtunk téged föl, hogy ne adj Isten, esetleg bármi történne valunk, odakint messzi világba megyünk, zord vidék az, hogy bocsánatot kérünk tőled is. És úgy gondolj ránk vissza, hogy azért ezek jó srácok voltak. Megtették, amit megkövetelt vagy a hát haza. Nem voltak jók, de legalább utána bocsánatot kérünk. De srácok. Igen, de srácok. Igen, de srácok. Legalább bocsánatot és kérünk. Rengetegen küldték a te nevedet is, hogy igenis tőled is. Mert hogy a hallgatói küldik nekünk a neveket, akiket ugye mi hívjunk föl, és te is közte voltál. És ezen felül picit tartunk attól, hogy esetleg Afrikában megtűz minket a nap, és hogyha esetleg a kobakkendő szállítódnak a címét. Hogy javítok a helyzeten, dolgozom rajta, erre bevered a kobakkendőt. Attila, veszi a lapot, nem kell tőle tartani. Hogy elfogadod ezt tőlük, mit mondasz rá, ránk vágod a telefont, mit mondasz erre? De vágom rátok a telefont, egyáltalán nem. Egyébként én szoktam hallgatni néha a műsorotokat. Ma is volt egy fél óra, amikor emlékeztetek a 70-es, 80-as évek ebédjére. Igen, hogy mit hallgattak a szüleink a konyhában, igen.
szívem egy vándor cigány és társai, úgyhogy abszolút. Nálatok ez menni. Na jó, akkor, akkor rád is úgy gondolhatunk vissza, hogy de jó, már őse. De jó, már, én, már én, ezt még nem én mondta. Én akkoriban, nem, már őse, de akkoriban se igazán. Tehát amikor szóba kerültem, és emlékszel arra a kis tortás kendős jelenetre, én azt komolyan gondoltam, hogy... Tortás kendő, segíts, mit meg... kaptunk ajándékot. Tudom, küldtél, és én mondtam rá valami rosszat? A születés, nem, akkor nem. Ja tényleg, te küldtél? Akkor nem. Tényleg, de helyes voltál, te küldtél a születésnapunkra ajándékot, tortát, kobakkendőt, egy csomó mindent. De Balázs nem beszéltes. Névre szóló kobakkendőt. Bizonyán, meg is van, azzal alszunk. Én még emlékszem, mondtam is, hogy milyen jó arc vagy, hogy azért téged megmartunk, de veszed a lapot, és egyébként közben még ajándékot is küldesz. Milyen jó lenne, ha a hazánk kicsiny, sokszor kis száraz, humortalan celebvilága egyébként így működne, mint Amerikában, hogy mindenki veszi a lapot, visszaszól, röhög egyet, és nem ilyen vérig tartó, ilyen hülyes sértődés. És azt mindenből. Is mondta, hogy Jézusom, puncs utálom. Igen, és szétkentem az ablakon. Igen. Így van. Na jól van, szóval... Nem csak itt küldség. Igen, szóval igen. Kedvelünk, szeretünk, jó? Csak ezt akartuk jó, elmondani. Szépen. Nagyon vigyázzatok, tudom, hogy mentek Afrikába, úgyhogy óvatosan mindennel ne egyetek meg bármi. Igen, igen. Nem európai gyomornak való az, igen, igen, igen. Köszönjük, drága vagy, vigyázz magadra. Nagyon szívesen, szevasztok, nagyon köszönjük. Jó. Köszönjük, DJ Dominik, Várkonyi Attila, köszi, ciao, hello, hello, hello. Nagy kalappal, bocsánat. Hagyd abba. Tényleg hagyd abba. Miért írjátok ennyien a Kozsót? Ezt most komolyan nem értem. Én nem bántottam. Aha. Hát ki? Hát. Sok SMS kaptunk. Igen. Jó, utolsó. Sok SMS kaptunk. Ugyanarról a számról. Most azt hívjuk. De mi, hogy zed ki, és így letérdelteti Lady Gagát, és bepereli, és Lady Gaga rettek, ha meghallja ezt a nevet Amerikában, hogy zed ki ezek? Hát ez nem bántó, hát de ebben semmi nincs. De akkor zed kitől kell elnézést kérni, nem Kozsótól. Mi kérjük meg, hogy a Kozsót adja zed ki. Így van. Skizofré. Tessék, ő is pici skizoid, de az, hogy paranoid skizoid. Halló. Halló. Jó reggelt, a Kozsót keressük, nem tudom, jó helyen vagyok-e. Szia, Kozsó vagyok, hello. Kozsó, nem ismertem meg a hangodat, hello. Hát mert most mutálok, tudod. Ja, azt hittem, hogy nem ettél elég rosszat, és te is a budin lesz is kicsit. Kozsó! Na, a nevetés, jó. A na, nevetés a régi. Van, Kozsó! Jó van. Hello, jó Kozsó! Reggelt, köszöntöm mi? A hallgatókat. Szia! Élőadás vagyok, mit csinálsz szépen? Hát most befejeztem a reggeli biciklis edzésemet, kint voltam a Dunaparton, tekertem. Ja, de semmi, csak. Figyelj, most Kozsó, figyelj, drága Kozsó. Nagyon sok mindenkit fölhívtunk, és a te nevedet is küldik folyamatosan, hogy még tőled is, mielőtt mi elbúcsúzunk és áttesszük székhelyünket majdnem két hónapra Dél-Afrikába, hogy még tőled is utoljára. Elnézést kérjünk, hogy bocsánatot kérjünk, és elmondjuk, hogy mi azért itt a Morning Show-ban téged is nagyon kedvelünk. Ha bármi olyan elhangzott veled, vagy partnereddel, Zetkivel kapcsolatban, bármi olyan, ami sértő volt, dehonestáló, bántó, akkor azt kell mondjuk, hogyha itt lennél most, nagyon megszorongatnánk, és téged is nagyon kedvelünk, és ne haragudj azért. Tényleg? Halló? Ez megint valami. Nem. Semmi, az ég egyadt a világon, és ha beszélsz Zetkivel, neki is mondd meg mindenképpen, hogy ugyanezt gondoljuk róla. Én nem barátok egyébként. Van egy jó stílus, amit felvetetek, ami tökéletesen működik nektek. Egyébként, úgyhogy ez ennyi. Tehát Amerikában erre külön műfajok rendetkeznek. No, végre valaki a kedvencemet mondja. Sajnos mi még nem jártunk arra Utálok Amerikával példálózni. Azért természetesen, hogy méltassák is azt, akit egyébként egy kicsit kicikiznek, de ez a világ legtermészetesebb dolga. Egyébként én is mindegy. Én nem szoktam megbántani embereket, de amikor a ti csináljátok, azt néha valóban bántóan csináljátok. De egyébként meg ettől jó. Hú, nagyon fura a hangod, veszed a beszélgetés? Rögzíted? Kicsit olyan, mint a... Igen, mint abban a szólna a rádió egyszer, igen. Nem veszem a beszélgetés. Kéne, hogy vegyem. Olyan akkor kell mondani, hogy jobb, hogy felveszem. Nem, most tök őszintén hívunk végig mindenkit. Megtudom különben, hogy mentek ki. Afrikában én is voltam kint jó néhány évvel ezelőtt, pont a dél-afrikai részen, ott szálltunk le, és csodálatos. Úgyhogy kemény lesz az biztos. Kemény lesz. Nem nektek, hanem a versenyzők. Hát nekik még keményebb, igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy így gondoltatok rám. Igazándiból még mindig nem értem a lényegét. De ne vicc, nem is kell. Ez már olyan reggel, hogy ma a gyerekek, itt senki nem ért semmit, mi se, de hogy kedvelünk, szeretünk és pucilunk. Igen. Jó?
Nagyon szépen köszönöm, és én is ölellek és puszilok benneteket, a lelkem rózsakertje most fölvirágzott. Ez az igazi kocsó. Ez vagy te igazából, így van. És ráadásul úgy gondolja, hogy nincs is miért bocsánatot kérünk, úgyhogy sztorna. Felejtsd el az egészet, dehogy is. Kocsó, imádunk, jó? Vigyázz magadra, és Zetkinek is add át, hogy őt is. Jó, csáó! Kocsó, hello, hello! Ez az, látod, milyen rendes volt. Tisztán állok az úr szín előtt. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy internetes portál elkészítette a magyar borravaló térképét, online térképét, és megpróbálta egy közelemi kutatás keretein belül megtudni, hogy mennyire szeretnek a magyarok borravalót adni. Ki az, aki szeret, ki az, aki ad, ki az, aki nem ad, ki az, aki szerint egy kis mosolyért jár, ki az, aki szerint akkor is jár, ha a mosoly nincs, de a kaja jó. Szerintem erről mindenki más gondol, és egy baromi hülye rendszer, úgy, ahogy van az egész, egy gyűlölöm egyébként, de miért? Tényleg. Tessék? Miért gyűlölöm? Hát tök jó szerintem. Mert baromi szubjektív, mert rengeteg minden múlik azon, hogy adod, nem adod, jó kedved van, hogy szólnak rád, milyen a kaja, van-e kedved ad, nincs kedved. Valami egyszerűbb rendszert ki lehetne dolgozni. Egyébként erre az egész borra való kérdése. De kiderült egyébként, hogy a magyarok szeretik a borra való intézményét. Tehát, hogy egy jó dolognak tartják, elfogadják, és megszokták. Ez 13 ezer ember részvételével készült ez a kis felmérés, és... Hát papíron lehet, hogy szeretik, a pincéreim nem ezt mondják, szegények. Hogy nem adnak nagyon. Mi? Hát nincs, valószínűleg ez nyilván van egy gazdasági oka, de hogy ilyen eléggé kiszámolós a sztori mostanában. Hát vagy az elégedettség jele, ugye? Nem, az elégedett, mert visszajönnek, tehát ott teszik másnap is. Csak elnézést! De ez a tételit! Ez a 8600-ért nem vettünk semmit. Sál, vegák vagyunk. De nézzük meg azokat a pillanatokat, amikor az ember például nem szeret borravalót adni. Tessék, bemész egy étterembe, a kiszolgálás nem jó. De az étel kiváló. Például ettől nem mindig tudok szenvedni. Hmm. Most akkor mit csináljak? Hát akkor mondd azt, hogy azt 10%-ot, de ezt a szakásnak adtad, mert az jó volt. Azt igen, igen, az így lehetne. Tehát például a kiszolgás nem jó. Nagyon de tényleg, jó a kaja jó, most akkor ott adjál, számolgatsz, undok volt, de jó volt a kaja. Ha nem adsz, akkor hogy néz rád? Ez egész egy ilyen kicsit ilyen kényszeredet. Én úgy szeretem, hogy külföldön ez egyébként nincsen. Tehát azt mondják, hogy ennyi a számla, ennyit adjál, ebbe benne van a pincér, ebbe benne van egy csomó minden. Bocsánat, van borra való? Nem mindenhol. De a 10%-ot rászámolják. Van, ahol felszámolják, van, ahol nem számolják föl. Van, ahol nem is ismerik a borra való intézményt. Hát igen, ott úgy van az árképzés, hogy jó legyen mindenkinek. Ez azért érdekes a dolog, mert ugye egy csomó helyen úgy van, hogy a borravalót kapják meg a dolgozók. Aztán egy csomó helyen meg van, hogy nem kapják meg egyébként a dolgot. Nem tudom, nekem olyan ez a borravaló, hogy tudom, hogy jön a fizetés, és elindul egy ilyen szűkölés. És attól, hogy elindul egy ilyen szűkölés, ettől az embernek a komfort értelmete, vagy ki ad bele, mennyit ad bele. Aki most te szűkölsz, a fizet, aki fizet. Nem, vagy... tudod, hogy ő akkor most elvárja azt, hogy te adjál. Mondjuk te megtennéd, hogy nem adsz. Akkor az abba ő belenéz, látja, hogy nem adtál, akkor még van egy ilyen kis összenézés. Tehát az egész valahogy szerintem ilyen. Igen, ez megnyugtatóbb, hogyha látod, hogy benne van a szervizdíj. Én jobban szeretem. Ugyanakkor, ha benne van a szervizdíj, akkor meg kikéred magadnak a rossz akai és rossz a kiszolgás, hogy mi alapján menneted. Mi hát a jó? Igen, érdekes. Mi a jó? Nekem most ez nagyon tetszett ez a felvetés, hogy ugye, hogyha rossz az étel, és a kiszolgálás ezzel szemben nagyon jó. Vagy pont fordítva. Na most én soha nem arra adom a borravalót, hogy milyen volt az étel. Hanem csak a kiszolgálás? Csak és kizárólag csak a kiszolgálásnak szól. Tehát, hogy udvariasak, előzékenyek, jó fejek, nem ő a szakács. Ugyanis. Tehát, hogy nem a szakácsnak küldöm a borravalót, nekem az tetszik, az szimpatikus, hogy a pincér ember számba vesz, nem lelöki oda az ételt elé. Figyelmes, leszedi gyorsan az asztalt, udvarias, ajánl bizonyos ételeket, próbál meg konstruktív lenni, tehát hogyha valamelyik étel velünk, azért ez elég gyakran előfordul, mert hogy ugye vegák vagyunk, hogy vannak bizonyos ételek, amik nem fekszenek, ugyanakkor meg a köret, meg a különböző kis dolgok adott esetben meg nagyon fekszenek. És akkor azt mondom, hogy köszönöm, a húst nem kérem, viszont a köretet kikérném külön, de találtam itt valamit. De jobb lenne az a rendszer, hogy automatikusan benne van, az nem jó. Én azt például nem szeretem, mert ott ne dönts el, hogy én akarok-e adni, vagy nem akarok adni, nem? Tehát ő automatikusan beleteszi, akkor nincs motiválva, hogy normálisan szolgáljon ki, hogy udvarjas legyen, mert tudja, hogy is plusz 10%-ot felszámolunk.
azzal is lehúzzuk a vendéget. Tehát az se egy jó megoldás, ahol automatikusan megy. Nem tudom, milyen jó megoldás. Akkor adjál csak, ha a pincér jó szerepel. Ennyi. Ha jó az étel, akkor azt fizest ki, mert az benne van a szakásnak a pénze, és ne adj, hogyha a pincér nem úgy szerepelt, ahogy te azt elvárod. Nem volt kedves, nem ajánlott dolgokat akármi. Ha mégis ilyen, akkor adjál 10%-ot. Benzinkúton például ott hagytok 50 vagy 100 forintot? 200 forintot, mit tudom én, a számla 5380, akkor visszakérsz 120-at, 100-at kérsz vissza, ott hagyod a 120-at, milyenek vagytok benzinkúton? Hát 5800-ra nem, a 3000, mit tudom én, 3380 a számla, akkor mit kérsz? 3004-ből, 3005-ből? 5-ből legalább. Figyeljétek, a műsor miatt, emiatt a műsor miatt tőlem már sokszor nem fogadnak el a borravalót, sőt jelzik, hogy melyik füzetet kell megvásárolnom ahhoz, hát, tudjuk, hogy olcsóban tudjam tartani. Nem, nem hiszik, de tényleg így történik. Tedd el ezt a 20 forintot. Hallgatjuk a műsort, ismerünk. Ne verd magad, ne verd magad plusz kiadásba. 15 pontot kaptál, ne adjál 20 forint borravalót, mert már 5 mínuszba vagy. Ott de mitől függ, hogy adsz, vagy nem adsz? Ott nincs semmi. Odaadta az újságot, ki beütötte 13-as kút, beütötte, ha mondjuk te tankoltál, akkor az mitől függ? És például kinek adod? Jön az ember, megtankolja a kocsidat, de te bent fizetsz. Igen. Na, akkor visszafelé adsz 200 forintot az embernek. Én mindig adok. De a pult... Én a pultnál is hagyok mindig. Én ilyen kényszeres borravaló adó vagyok. Igen. Igen, én ilyen kényszeres borravaló adó vagyok. Ott is az udvariasság dominál. Tehát ugye nem a hanyas kút. Tehát ugye erre nem. Aha. De ha jó fej, aranyosan kérdezik, akkor igen, akkor még adott esetben akkor is lehúzhatom az ablakot, hogyha nem indokolt. Én a hundok akkor is ott hagyok 20 forintot. Hát mondjuk hát, hát nem tudom, hogy mennyi boldogságot akkor. Nagyon! Egy 20-as hát most ha mit tudom én, annyi, de valamikor 100-as, tehát sokszor 20 forint, persze, hát most gondold el, ott átmegy rajta egy 100-200-300 ember, mindenki csak ott hagy 20 forintot, hát azért az naponta azt kiszámolod, azért hát, az nem rossz. Igen. Tehát az havi szinten azért abból elég sok jön. Elég sok jön össze. Én azt szeretem, amikor nem fogadják el. Na, hogy nem fogadja el? Hát van ilyen, hogy azt mondom, hogy akkor mit tudom én, 1500-ből kérek szépen, na, maximum megkibe. És visszaadja. És konkrétan megaláz vele, visszaadja. Azt mondja, nem. Tudod így. És akkor mondtam, hogy 1500-ből. És tudod így, na jó van. Tehát, hogy ilyen kellemetlen. Miért nem fogadsz el azt az 5 forintot? Hogy, igen, nem az 5 forintot. A rohadt életben. Hát milyen világ ez, már az ember nem adhat 5 forintot. Mondjuk 60-80 forint, és akkor tudod, így visszaadja. De miért adja vissza? Benzinkút, hogy hol? Igen. Visszaadja. Igen, hát mindig elteszik, hát ők imádják a borravalót. Abból élnek konkrétan. Kevés, hát, amit hagysz vissza. 60-80? Az már jó borravalónak számít. Hát ha 10%-ot veszed, akkor egy 20 000-es tankolásnál 2 ezer forint. De miért adnál 10%-ot a benzinkúton? Nem, csak én se adom. Dehogy is, hát a benzinkútnak nincs közel 10%, az az étterem. Hát hogy nem? Meg egy forgalmas benzinkútnál, érted? Most hát miért adnál 2 000-et? Azért a 2 000 borravalót hagysz, ott nagyon jó arc vagy. Akkor nyitom egy benzinkút, hogy gyere már hozzánk. Gyere már hozzánk tankolni. 10-80 forint, ez 800, és akkor az csak abban az 5 percben történt, amikor te ott voltál. Tehát egy ilyen alá fölé rendelt viszony, ő várja, te nem tudod, te adnál, nem adsz, elvárja, úgy fizetik, megsértődik. Az egész egy ilyen hülye rendszer. Egyébként most nem. Figyelj, most tankoltál egyet, és ott hadsz 80 forintot, 100-at, akkor miért nem nyugodt a lelkiismeret? De egyébként az jó. Persze. Ha ezért most ezen megsértődik, az már az ő baja. Ezért nekem nagyon tetszik az a rendszer, egy csomó kávézóban láttam már, hogy ugye külön oda van téve egy ilyen kis urnaszerűség, és akkor rá van írva, hogy köszönjük szépen a dolgozók nevében, oda van rakva, és akkor ő nem veszi el ugye a borravalót, nem is fogadja el, hanem te szépen fogod, ezt beledobod az aprót. Amennyit gondolsz. Nem tényleg övék a borravaló, vagy le kell adni a borravalót szerinted? A helye válogatja. Igen? Tehát például egy pincéri valóban, vagy szétdobják a személyzet között, vagy azt mondja a tulaj, hogy gyerekek, hát szépen akkor ide a borravalót. És vagy például egy benzinkúton, ahol tudjuk, hogy mondjuk egy harmad fizetés, kétharmad borravaló, vagy fele-fele, ott még valószínűleg begyűjtik a borravalót is? Hát azt nem. Nem? Azt meghagyják neki? Ott nem tudod nagyon, mert most mész kifelé, és a tankoló embernek odaadsz 200 forintot. Nem tudod, hogy mennyi jött össze. Na ez is érdekes például, hogy aki kint van, az a bentiek borravalójából kap, vajon? Tehát, ez, hogy van egy olyan rendszer kérdés, ez van, ahol közös. Szétosztják ez éttermekben sokszor közös. Tehát ott megköszönik, bedobják egy közösbe, és a végén szétdobják. Szerintem aki tankol, az az övé. A kasszásé meg a kasszásé. Tehát én a benzinkutat így tudom elképzelni. Én például ez a csomag felvivéset, ezzel se tudok mit kezdeni. Hát ha most nem kell például fizetni a csomagért, ugye van már, amit átutaltál előtte pénzt, akkor most odaadsz neki 200. Nem arra gondolok, amikor szállodában, mint a valóban megérkezel, megyünk, klassz nyár valóban megérkezel, és jön a londinek, kikapja a kezedből, és tiről föl tudod, rácsap a csomagodra. Mi sose adjuk oda a Janival. Mire nem. Kettő, de nem, hát, általában újra, mire kettőt mozdulok, tudod mi, már. Mi mindig gondolsz, srác, mindig gondolsz, miért nősültem? Ha, fog meg. Anya. De nincs nektek sokszor ez a szállodában toporgás? Leteszi a csomagot,
még egy kicsit jó helyre tettem. Tudok még valami segíteni? Nem, köszönöm. Megtalálták a törölközőket? Igen, köszönjük. Papucsok is megvan. Tudod, és így ott állsz, hülye rájössz, hogy nincs apród, attól is befeszülök, és akkor gyorsan megpróbálsz valamit adni. Mennyi? Például annak ad, én nem adok egy csomószor, szemét vagyok. Aha. Igen? Ne, vegyél két kólát a minibárból is adod. Hagyjam oda vízforralót. Én föl tudom vinni a csomagomat, de van a túlvezérelt londiner, aki kikapja a kezedből, ráugrik egy tigrisugrással, feltépi a liftet, és felrohan vele. Úgyhogy azért csinálja. Igen. Azért az 500-asért, amit te nem adsz oda. És akkor van az a... Tessék? Külföldön se adsz? Nagyon banális oka van, általában nincs úgy aprom, hogy tudjak neki adni. És akkor mit mondod, hülyén állsz? Nem. I don't know, sorry. És így kilököd. És kilököd és bezárod az ajtót. Londinernek például ritkán. De utána mindig egy kicsit lelkiismeret furdalásom van. Jó, de csomagjegyet mindig a szállodaigazgató viszi fel. Igen, úgyhogy még néhányszor fenékbe rúgom. Ti adtok a londinernek? Persze. Hát mindig van ez a szemezős szakasz, amikor ez legyen külön téma. Szívesen szemezek a londinereken. Nem tudod, amikor letette a csomagot, és most van az a pont, hogy most eldől, hogy adsz vagy nem adsz. És egy pár másodpercig így nézitek egymást, az megvan? És ő is néz, te is nézed. És már mennek ide, még nem indul el, te már csinálnál valami más, és egy pillanatra ott nézitek egymást. Nem? De. Te például adsz? Vagy adok. Igen? Adok. Mi, te kiengeded a kezedből a csomagot? Hagyod, hogy más vigye föl, tényleg én rólad, ezt nem tudom, azt hittem, hogy te cipelsz mindent. Igen, ez a fura, hogy néha többet viszek föl, mint a londiner, de de mindig szoktam adni. És ha nincs hogy nálad? Hogy elég szemfeles, ha még talál valamit, amit fel tud hozni. És ha nincs nálad? Ha nincs nálam? Vagy nincs apród, akkor vár. Akkor leviszem a hátamon, hogy kompenzál. Nem, van, hát nyilván ilyenkor azért szokott lenni valamennyi apró. Zöldséges, pék, tessék. Bennem ott is egy ilyen hülye kényszer van, hogy sosem kérem vissza a maradékot. Soha. Én mondom, hogy ilyen kényszeres buravaladó, kivéve a londinert, mert az nekem nem megy. De például zöldséges pék, naponta az ember nem adsz? Ne. Visszakész 15 forintot a zöldséges? Nem. Ha veszel egy pólót a boltba, akkor is ott hagyod. A boltban nem. Boltban nem. De zöldséges pék, ott mindig. Tehát nekem vannak helyek, ahol nagyon, vannak helyek, ahol egyáltalán nem. És bemegyek és veszek egy pólót 3000 forintért, nem adod. Nem 3500-ből kérek. Például azoknak sose adom. Na de zöldségesnél, hogy nyilvánul meg az előzékenység? Halász, neked nem a rohadtból adok, jó? Nem. Nem úgy. Hát azt mondja, hogy 3750. És azt mondod, hogy 4-ből kérsz. Tehát ez nem egy borravalós szakma. Tehát, hogy ez egy fura. Tehát, hülye vagyok, hogy én adok? Hát... Nem hülye, csak fura. Igen, tudod, ravaszul elrejtetted a választ nekem... a kérdésem. Azt mondja nekem, hogy 3910. És nekem ciki visszakérni azt. Tehát én azért is adok sokszor, mert azt gondolom, hogy ne gondolja rólam, hogy én most azt a 90 forintot tényleg vissza akarom kérni, mert én nem akarom. Aha. Érted? Te visszakéred? Nem én szólsz a piacon neki? Nem szoktam visszakérni például. Piacon ott hagyom. Mondjuk mamzinál vásárolsz, aki tudod, hogy otthon a kis kertjében a paradicsomot termeszt, és akkor az igen, de például ugye a zöldséget, hát franc tudja. Lehet, hogy megvezet. Jaj, Feri, kérem, idén elvitt mindent a krumplibogál, és elmész, hogy ezt is bebőrözte. Úristen, gyerekek, én most gyorsan lefutottam, hogy én egy hónapban mennyi pénzt hagyok ott, nekem ebből vissza kell vennem. Járok zöldségeshez, járok pékhez, megvannak a kis helyemen a kedvenc. Most fognak írni egy pár, nem a francot elosd az üzletüket, Jani. Hülye, hogy minden nap itt vásárol, lehúzzuk, ahogy tudjuk, hallod. Én nagyon sok ilyen adok, gyerekek. Zöldséges pék, hát nem tudom, ez így. Visszakérsz 30 forintot, ha mondjuk egy péknél fizetsz 600 forintot. Vissza olyan alapból, tehát hogy ő nem fogod kivárni. Na de kicsit számít rá, hogy ott hagyd azt a 30 forintot, nem? Pékségben szerintem nem. Én egy pizzafutár vagyok, sokszor van olyan, hogy gyalog felviszed a régi ház harmadik emeletére a pizzát, és kemény 5 forint borravalót ad. Pedig mi tényleg a borravalóból érünk, kérdezi Melinda. Na például a futárnak mindig adok. Mindig, hát, ha kaját rendelünk, mindig. Kell. Azt például én nem néztem soha, amikor emellett laktam, az nekem mindig ártól függetlenül egy kb. 3-500 forint, amit én náluk hagyok. Tehát ott mindegy, hogyha 3000 forintért rendeltél, 5000-ért vagy nagyobb társaság, kb. Az az 500 forint, amit én ott szoktam hagyni. Azt egykori postásként mondom, hogy nekem is volt olyan körzetem, ahol helyettesítettem, és csak 4 emeletesek, orbitális szívás tud lenni, főleg ilyen nyugdíjazáskor, vagy ilyesmi, ja nem mondjuk akkor, nem is, tévészámla, akkor nem, de mondjuk amikor tévészámla volt. És képzeld, hogy ott van 300 darab tévészámla, és mindegyiket be kell hajtanod, ugye eleve
viszed a pénzt, és nem hozod, és mindig föl kell menni. Az nagy szívás, igen. Egyes lépcsőházba. Pedikűrös vagyok, a hétvégén zárás előtt 2 perccel beesett egy hölgy, hogy azonnal kell neki pedikűr, mert aznap esküvőre kell mennie. Bezártam a boltot, megcsináltam, kedvesen szépen nem siettem, 1 forint jattot nem hagyott. Kicsit rosszul esett, írja Alberta. Buszvezető vagyok, az 5 forintot is visszakérik, pedig a borravaló olyan, mint a fenéktörlés. Nem kötelező, de illik. De várjál, szép. Buszvezetőként most nem akarom rontani az üzletét. Hát első ajtó felszállás, ott veszik a jegyet. Szerintem ne kérje vissza 5 forintot. Nem kérsz vissza, ez nem a borravaló kategória. Tehát, hogy egy buszvezetőnek nem adsz borravalót. Nem azt nézed, hogy a borravaló vagy nem, hanem azt nézed, hogy tegye el azt az 5 forintot. Szerintem valószínű, nincs túlfizet. Én így gondolkozom. Ebből én látszik, hogy hülyén vannak szabályozva az árak. Nem, tök mindegy, hogy mi az ár. 5 forintról beszélünk, tudom, most 10x 5 forint az egy családban 50 forint, minden jön ez az SMS. Igen, 10x 5 forint, 50 forint, ha most 10x ott hagysz minden második nap, vagy harmadik nap ott hagysz 5 forintot, se rokkan bele a család, 5 forint. Én a zöldségesnél se azért hagyom ott, mert jó volt a kiszolgálás, hanem mert nincs pofám visszakérni 20 forintot. Most ez lehet, hogy hülye gondolkodás. Tehát én azt gondolom, hogy ha visszakérem a 20 forintot, túl anyagias vagyok, ha meg ott hagyjam neki, érted? Tehát valahogy én máshogy gondolkodom. De nem kéred vissza, az visszajár. Tehát fizetsz 980 forintot, akkor neki le kell tenni, te odaadod az ezrest a pultnál, akkor neki le kell tenni azt a 20-as. Automatikusan rámondom, hogy köszönöm, képzeld. Tök, de hogy már Viki szól, hogy miért csinálom. Ilyen kényszeresen. Nagy kép is kötsz. Igen. Nagy kép. Ez, igen. Ugye? Még egy mandarin, Jani, most tartsa meg a 20 forintot. Ez zöldséges, aztán lehet még 2 datóját, egy avokádót, és tartsa meg a 20 forintot. Automatikusan mondom, hogy köszi. Mi lesz? Semmi. Tegy ezre. Holnap újra jövök. Automatikusan rámondom. De hál' Isten, csinálják néhányan. Nem, azt mondja, hogy a vasút tiltja, hogy borravalót fogadjunk el a vonaton, írja nekünk egy kalauz. Hú Balázs, ezzel a borravaló kényszerrel megnyugtattál, én is ilyen vagyok. A barátnőm meg sokkot kap, hogy én tartom el Pesten a pincéreket meg a pékeket. Miért kell bárkinek is borravalót adni, főleg a pincéreknek, akik sajnos nagyon elvárják? Mindenki a fizetésért dolgozik, ti sem kaptok, én sem kapok borravalót, akinek ez nem tetszik, az keresen jobb állást, vagy aki nem szereti a fizuját, keresen jobb állást, írja Nimi. Nem teljesen így van azért, mert hogy ők persze fizetésére jelenek, de van olyan pincér, aki még keres 60 ezer forintot, és azt mondja ki a tulaj, hogy a többit a borravalóból. Balázs, holnap már csak tegnapi kenyeret kapsz, ha nem hagysz majd borravalót, írja a pék. Igen. Ugye, és ez, de most ezt komolyan kérdezem. Derik írja, a kutasként annó, ha csak 5 forint jattot kaptunk, akkor bedobtuk a tankba. Szerintetek ez egy jó irány? Szerintem, mert hogyha oda megy valaki, de várjál, oda megy valaki, és nem veti fel a pénzt, megkérdezi a kutas, tankoljon-e helyette. Oké, tankolt helyette. Akkor az embernek, aki oda ment, mondom, nincsen komoly akkor jövő, ne adjál semmit. Forintot, nem, 5 forintról beszél. De akkor ne adjál semmit. Én az, akkor ne adjál, tehát 5 forintot ne adjál a kutasnak. Akkor ne. Azt én is félreértem. Azt hogy tartsd meg. Ne alázd meg. Akkor ne adjál. Tehát 5 forintot ne adjon. Megtankolom, lemosom a szívét, akkor mondja azt, hogy uram, köszönöm. Tekintse úgy, hogy azt gondolja, hogy nekem ez benne van kötelezően a munkaköri leírásom, de ne adjon 5 forintot. Jó, de azt én is azt tudom, uram, tudja mit? A tankba, ez nekem. Én tudom, hogy visszaadnám. Uram, tartsa meg. Kell adni, igen, érted, jó, és nem, most oké, most bedobja kicsit, a tankba, hogy ne. Kicsit akkor kultúráltabban lehet. De ne, tehát én az abból akkor a szempontból megértem, hogy ne, akkor tényleg nem kell semmit, tehát ne adjunk már 5 forintot. Tehát azért az a szarrágás, akkor ne tovább, amikor 5 forintot adsz a kutásnak, és általában nem az ad 5 forintot, akinek nincs idős néni, aki azt, hogy tegye el aranyom, hanem az ad 5 forintot, hogy itt van 5 forint, tarts meg. Tehát, hogy annak nincs jó üzenete. Eladjál semmit. Nem? Most a borravaló kategória például ilyenkor szerintetek hol kezdődik? Hány forintnál? Egy kutasnál? Uh-huh. Szerintem ma már 100-ast, ha megtankolja a kocsidat, ott kell hagyni. Ha most nincs apród, én 50-et adok, csak bocs, nálam, hogy nincs több, ezt nyilván hülyének néz, persze, akkor most rohadt soha, persze. Feltűnően keresem még egy ideig. Nincsen. Szerintem egy 100-as az... Figyelj, megtankolja. Vagy akkor csináld meg. És akkor nem orogjál, hogy miért kell annyit adni. Én mindig tankolok, mert én egyiket szeretem nézni, mert van egy ilyen fejlővésem, hogy jön összegre. Igen, hogy nézem, és mindig szeretem összegre beállítani. De ez inkább ez olyan, mint... Nem volt számítógépes játékom, annak idén meg tudod. Ez olyan, hogy 600-ról de a gázt. Passzus, túl meg. 3005 forint. 3005, akkor felmegyek 3005. Azért sem, mert sajnálod azt a 100 forintot odaadni a kutasat. Én odaadom. Akik ismernek, azok tudják, hogy aztán pont rám nem jellemző. Én már bocsánatot kérek akkor is, hogyha már néha utána számolok a borravalónak, hogy étteremben mennyit adtam.
Zöldséges standon dolgozom, nem várjuk el a borravalót, szó nélkül mosolyogva adjuk vissza az 5 forintot is. Nagyon ritka, hogy borravalót kapunk, ha valaki rajta hagyja 20-30 forintot, azt meg is jegyezzük rögtön, mert kirívó esetnek számít. Lili, gyere, költöz oda, ahol én lakom. Minden este megyek. És arany lesz az életed. Boldoggá teszlek, zöldségesként, hogy hülyére keresed magad. A városunk legjobb éttermében a pincér havi fizetése 17 ezer forint, csak a jadból élnek. Bali, ha elmegy a zöldségeshez, egy dinnyét kérek, kettő maradhat. Szólítsatok Baleknak, nyugodtan. Abszolút gyönyörű. Édesapám 10 éve benzinkúton dolgozott, és nemrég rövid ideig ismét. A borravaló megközelíthetetlenül kevés már. Ők szétosztották a benti lányokkal általában. Ismerős, hogy minimálbére van bejelentve, amit nem kapnak meg, csak is a borravalót tarthatják meg, és azon a helyen mindenki így dolgozik, ez egy étterem, írja egy hallgató. Szóval ez is megdöbbentő azért, nem? Igen, nyilván ezt nem kötelező tudnod, tehát, hogy... Nem. Ez a kártyás fizetés, én ettől is megőrülök. Kártyával fizetek. Most adsz kártyás borravalót, nem adsz, ha a kártyás azt megtartja a pincér, különbe rakod, megkérdezed, hogy a kártyásat meg tudja tartani, sokszor mondják, hogy ne adjon borravalót, mert nem tudjuk megtartani, mert az egyből a tulaj zsebbe megy, akkor beraksz külön 500-at, tehát az is egy hülye rendszer, nem? Beraksz, adsz, nem adsz, nem? Hát akkor az ember, ha van nálad egy 500-as pluszba, akkor azt nyilván odaadod, azt beteszed a vízébe a kis számlatartóba, az a legjobb egyébként, az a legjobb. Igen. De akkor rögtön tulajok odaadja nekik. Amikor csak lehet, kártyával fizetek, pont ezért, írja valaki. Ő egy elkerülős. Ő egy borravaló elkerülős, igen. Meglátszik, Bali, hogy nem minimál bérből élsz. Lehet, hogy azért kérik vissza, nem, máshogy gondolkodnék, nyilván, nem tudom, sokszor 5 forint, az lehet, hogy 50 forint, 500 forint, ez szerintem nem feltétlenül fene se tudja pénzkérdése, ez inkább egy ilyen mentális kérdés, de valóban ez nálam már egyfajta kényszeresség, én ezt elismerem. Igen, de te nem azért adsz borravalót, mert van miből, tehát, hogy... hogy én hülye ezt, vagyok. Hát figyelj, tehát, hogy... Figyelj, nálam, én bemegy a zöldséghez, hogy így tapsol. Ez az! Hozzátok a legdrágábbat! Megjött a hülye! Na most Balázs, ez egy kezeletlen biocit. Ez egy olyan avokádó... 2004 kilója, csak neked most. Balázs, hoztunk 30 kiló zabot. Igen, és a gyereknek egy kis datóját. Újságos vagyok, az 5 forintot is visszakérik, üdvani. Na hát ez az. Mosógépet viszek házhoz, jadból élek, tudnék mesélni a gazdag smucigokról és a csóró jó fejekről. Hát ott, hogy nem pénzkérdés egyébként, hogy szerintem is inkább az ad, akinek kevesebb van, nem feltétlen az ad, akinek sok van. Igen. Szódavizet árulok, az 5 forint visszajáróért is tartja a markát. Ez anyagi kérdés, vagy elvi kérdés akkor tényleg? Hát el. Gondolkodás, is. Nem? Nem hiszem, hogy az 5 forint az annyival kevesebbet tesz hozzá a családi költségvetéshez. Sokszor 5 forint? Igen. Na. Én elfogadom ezt is, az nem tudom. 50. Nem tudom. És ha még sokszorabb 500. Na. Tapasztalatom szerint a gazdag budai milliárdosok fillére visszakérik, a nyugdíjas 500 ezer forintot is ad, árpi egy bútor szállító. Fodrászként dolgozom, nagyon megoszlik, van, akinek csinálok egy festést, vágást, 6800-ra kapok 8000-et. Volt olyan példa, aki az utolsó filléri kiszámolta úgy, hogy még 10, 20 és 5 forintos is volt benne. Nem mondom, hogy a borravalóért dolgozom, de azért az ilyen csessze meg. Mert volt nálam váltó, hogy visszaadjak neki, ne fillérezem, mert kicsit megalázó. Az átlag az kb. 3-500 forint, mint borravaló. Jól csinálod, Balázs? Egy zöldséges. Na, igen. Fölkerül a zöldségesek, akikre büszkék vagyunk, táblájára. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Ami a legfontosabb, és ami most legjobban érdekli a hallgatóinkat, hogy ugye a Cairo járat szombaton megérkezett, és egy héten keresztül hát masszívan dolgoztunk azon, hogy legyen egy kis fogadó bizottság ott a Cairo-i járaton, illetve nem is a járaton magán, hanem Budapesten, amikor a Cairo-i járat ugye landol Budapest Feri 1-2, és hogy reméltük, hogy a navosok kivonulnak. Szépen minden apró részletet mesélj el nekünk, a leszállástól kezdve, hol vettétek észre, mit vettetek észre, mi volt az első jel, mikor szúrtak ki benneteket, mi történt? Hát nem egy kis fogadóbizottság volt, hanem három, gyerekek, három fogadóbizottság volt. Annyira jó arcok. Na most úgy képzeljétek el, ugye mi pénteken délután 4-kor elhagytuk a szállodát, ez egy jó tanács a számotokra, hogy 19 órakor indult a gép, eszetekbe ne jusson 18.30-nál hamarabb odaérni a Nels Pruiti reptérre, mert semmi nem történik. Ott ül... Azt tudom, én rendeltem nektek a buszt, hogy menjetek jó korán. Aranyos vagy, főleg a
hogy lekésétek azt a repülőt. Főleg a feleségedet csesztél ki, mert ugyanakkor ezzel párhuzamosan 4 óra 30-kor az összes bolt bezár a reptéren, tehát semmit nem tudsz csinálni. Egy nyomorult vimpi van az emeleten, ahova az összes 20 utas be zsúfolódott. Mondjuk akkor látom, már Jani boldog lesz. Semmi gond. Csoki te már is meg vagy. Ó, ne probléma. Csoki torta. Na, onnantól kezdve nagyon szép volt a dolog, Johannesburg átszállás. A kairói reptér 6 órán keresztül nem izgalmas. Nem hú, egyáltalán. Volt egy 6 órás átszállásotok, ugye? Azt ne tud meg. Írt a Viki is, hogy nagyon ki voltatok. 5.30-kor leszállt a gép, és 11.30-kor indult a budapesti kairói járat, amire úgy vártuk. Hát amikor már Horváth Gyulával nem tudsz miről beszélgetni, pedig Gyula gyakorlatilag bármihez hozzá tud szólni, ezt ismeritek, ezt a dolgait, már csak ültünk mered tekintettel a kairói reptéren, majd felszálltunk a gépre, ami elvisz Budapestre. Az első meglepetés akkor ért, ahogy leszállsz a gépről, szerencsére nekünk ugye csápra állt, tehát nem kellett buszozni, lesétálsz a csápról, és rohannak feléd az egyenruhás rendőrök. Nem hiszem, mert rohantak jó. Feléd a rendőrök. Ez az nagyon jó. Nagyon menő. Nagyon jó. Futás közben ereszték el a kutyákat. Nem, kutyák nem voltak, csak rohannak feléd ilyen sietős léptekkel, és mindenki elkezd üvöltözni, hogy azonnal elővenni az útleveleket, ez egy ilyen plusz ellenőrzés, amit nem a gyakorlatnak megfelelő, de most azonnal igazolja magát mindenki. Hát mondom, ezt de nem. Csak ti, vagy a komplet repülő, vagy a ti stábotok. Csak négyünk. Mit intéztünk? Csak négyünknek szólt, ha mindenki ott már tudod, eltetted az útlevelet, ott már többet nem kell, már kiléptél, már bent vagy az országban, már mész, fölveszed a csomagot. Ez ahol a csomagokat várod? Tehát átmész a kapun, és várod a csomagokat, itt ez az a rész, ugye? Nem, ez még a kapu előtt volt. A kapu előtt a már kapu. Jöttek a rendőrök. Mondom, jó, oké, értem a tréfát, gyerekek, marha fáradt vagyok, mert 24 órája utazunk, nézzétek, mindenki hulla, jó, értjük a vicces, előveszi mindenki az útlevelét, belenéznek, megmutatja, biztos ön az? Hát mondom, szerinted tesó, ki lehet még? Nézd már meg ezt a kérdést. Halljátok, George Clooney! Nem, ezt nem mondták, Jani. Ezt nem mondták, ezen már csak Anna is telovagoz, de nagyon aranyos tőletek. Na mindegy, megvolt az első ellenőrzés, oda megyünk a kapuhoz, itt jött a terelés, mert ott semmi nem volt. Ugye van egy ellenőrző kapu, ahol belépsz az országba, átvették az útlevelet, megkérdezték nagyon aranyosan, hogy milyen volt Afrikában. Mondtam, hogy tökéletes, jól éreztük magunkat, további jó utat kívánunk. Na, mondom, ennyit elt a két sráctól egy gyors rendőri ellenőrzés. Fölvettük a csomagot, és a csomag várakozó helynél, ahol ugye ledobják erre a kis futószalagra, ott mellém állt egy ember, aki gyakorlatilag egy méterről folyamatosan így az arcomat nézte. Nem hiszem, de jó arcok, csak figyelt, csak ilyen csendes üzemmódban, csak figyelt, nem csinált, csak állt. Itt még azt mondtam, hogy jó, ez vagy navos, vagy nem navos, vagy beépített ember, vagy nem, lehet, hogy csak kíváncsi rám is beszélgetni akar, én azért se nézek oda. Egy méterről így állt, hátra volt téve a két keze, és így meretten nézte az arcomat. Ennyi. Nagyon jó arcok. Jó, megvártuk, hogy lejöjjön a csomag, én mondom, nem szólok hozzá, te soha akarsz valamit. De akkor... nem volt jó érzés, de nem? Hát nem tudtad, hogy mi van. Nem tudtad, hogy mit akar. Aha, hogy ez most a személyednek szól, tudja, hogy ki vagy, tudja, hogy te vagy a rádiós, aki kint volt Dél-Afrikában, akar valamit kérdezni, de ha oda fordulsz, akkor ha ilyen ember, akkor el kell kezdeni vele beszélgetni, ahhoz én fáradt vagyok, ha navos, akkor ne adjunk neki ütközési felületet, na mindegy, ez nem derült ki. Fölvettük a csomagot, mondom, most már megyek a zöld folyosón, bár volt bennem egy ilyen, hogy beszaladok a pirosba, hogy ellenőrizzetek, most akarom, elindulok a zöld folyosón, és tudod, egymás mellett van baloldalt a zöld, jobb oldalt a piros, és van egy kis elválasztó fal a kettő között, és ott állt egy egyenruhás kolléga. Hát mondom, de még nem számított erre, hogy téged, csak olyan ott úgy állt, figyelt, ő ott állt és nézte az embereket, így aha. Van. De még csak az se volt, hogy rajtam egy kicsit jobban megakadt volna a szemem. Na mondom, jó van, vége a dolognak, megyek ki, itt vannak a srácok, meg anya, ölelés, puszi, de jó lesz. Ahogy mellé értem, abban a pillanatban, ahogy mellé értem, kilépett elém balra, és megállított. De tudod, annyira váratlanul ért a dolog, hogy nem tudtam mit mondani, mert éppen el akartam mellette menni, amikor így balra kilépett a csávó,
Jó napot kívánok! Na, honnan érkezett Magyarországra? Hát mondom, ezt nem hiszem el. Honnan érkezett Magyarországra? Mondtam neki, hogy Kairóból, ugye érti? Kairó! Azt mondta, hogy jó, azt érti, ez átszállás volt, vagy pedig onnan jöttem, tehát az volt az úti célom, mikor elindultam. Nem mondom, ez átszállás volt Johannesburgból. Akkor itt mondta, hogy nagyon jó, de hogy oda, hova mentem, vagy oda, honnan mentem, elmondta neki, hogy jó, hát Nelspruitból jöttem, rádióztunk kint dolgozni voltam, aha, és van-e valami elvámolni valója? Nem, de itt már mire gondolt, hogy itt most, tehát ez már az, hogy ők kivonultak, vagy átfutott az agyadon az, hogy Jézusom, ezek lehet, hogy nem kivonultak, egyszerűen csak kiszúrtak, és elkezdtek téged ellenőrizni, mert én nem gondoltam volna egyből arra, hogy na, hallgattak, sokkal inkább arra gondoltam, hogy basszus, tényleg kiszúrtak, nem lehetek ilyen szerencsétlen. Hát pont ez volt bennem is, hogy nem tudtam, hogy hogyan reagáljak, hogy ez most játék, játék, és menjek bele, kezdjek el velük szórakozni, vagy érted? Vagy ez komoly, igen. Ez egy tök hivatalos ellenőrzés, amin egyébként bárki áteshet, csak pont ott engem szúrtak ki. Ha ott elkezdesz viccelődni, az viszont nem jó, mert akkor meg kihúzod a gyufát. Tehát hivatalos személlyel nem szórakozunk. Érted? Igen, mert nekiállsz arcoskodni, jóval hallgattad a rádiót. Nem hallgattam. Kinyitnám bőrönyét, tudod, akkor meg belefutsz. Akkor meg belefutsz, mert honnan feltételezed azt, hogy biztos, hogy azért csinálja, mert hallgatta a rádiót. Mi van, ha csak kiszedett úgy egyébként? Tehát itt az ember még tényleg nem tudhatja, hogy mi van. Na csak pontosan, a félreállított? Pontosan ez munkált bennem, mondom. Hát Dél-Afrikából jövök, nincs elvámolni való, mert én tudom nagyon jól, hogy 450 euróig lehet vámmentesen behozni, és én ezt figyelembe vettem. Na most ekkor jött a csavar. Nem 4,50, 4,30. Hát mondom, tényleg most azon a 20 eurón fogunk veszekedni, azt mondja, hát ez szabály, a szabály. Legyen olyan kedves, tegye föl a csomagját ide a következő asztalra. És mögötted a Gyuláék, Vikiék, ők tovább mentek? Hát ők sírtak, ők álltak érted, és sírtak a röhögéstől. Én hátra sem mertem nézni, mondom, nem márthatom be a többieket, hogy velem vannak, mondom, én egyéni utazó vagyok. És akkor itt jött el ez a pillanat, hogy az a fiatalember, aki beugrott elém, és megkérdezte, hogy én honnan jöttem, mondta, hogy akkor legyen olyan kedves, fáradjon át az ellenőrző kollégákhoz. Mert van egy, aztán én megtudtam, hogy van ő a poszt, aki nézi, és aki gyanúsan viselkedik, azt ő szúrja ki, ekkor vagy beteszik a csomagodat megint egy átvilágításra, ott kint is van egy gép, vagy egyből oda mész az átvilágító asztalhoz, vagy hát a vizsgálati asztalhoz, ahol két jóképű fiatalember várt engem, az egyik a pult mögött, a másik pedig egyenruhában a pult előtt, és ott még mindig nem tudod, hogy most szivatnak, vagy komoly a dolog. Hogy mi történt, nem kezdesz el arcoskodni, hát persze, ne. Hát nem tudod, hogy mi van. Ott már annyira kellemetlen volt, ott mondtam, hogy jó, legyen, ami legyen, oda mentem, hogy jó napot kívánok, akkor fölteszem a csomagom, szedjenek szét, menjünk a vizsgálatra, nem érdekel, csak engedjenek el, mert most már én ezt nem bírom. Tehát nézzék meg ott a csomagot. Ott a család, a gyerek. Ott van, itt állnak kint, egy ajtó választ el tőlük, értsék meg, két hete nem láttam őket, nincs nálam semmi, a gyémántokat azt ugye már elrejtettem, mondtam nagyon bátran, mondom, oda, tessék, itt van, szedjék szét, kezdtem leszedni a csomagomról, ahogy hívják ott, ilyen bevédőfóliáztattam, és akkor elröhögte magát az a fiatal ember, aki a pulton kívül állt, egyenruhában, és akkor mondta, hogy hadd mutatkozzam be. Schuller 100 000-es úr vagyok. Nem hiszem, kiment ő is. Képzeljétek, kiment személyesen. De jó. Képzeljétek el, személyesen kijött ő maga, és mondta, hogy nagyon nagy megtiszteltetésben van részem, mert ő neki nem kell egyenruhát hordania, tehát ő neki ezt nem kell fölvennie, viszont a tiszteletemre akkor beöltözött az egyenruhájába, és a másik kollégával együtt ott elkezdték mondani, hogy hát akkor most kezdjük el a csomagok vizsgálatát, mondom, a fiúk azt csináltok, amit akartok, csak essünk túl rajta. Úgyhogy még a mai, ja, és próbáltam kiszedni belőle, hogy akkor ez most a rendőri ellenőrzés az első poszton, a második fiú, aki odalépett elém, ez most tudatos volt, és mondták, hogy hát igyekeztek meg ünnepelni azt, hogy én hazajöttem. A hidegverítég járt. Döbbenet. Tehát fölépítették a rendőrsztorit, aztán szépen kiszedtek. Még egy gumikesztyűs vonal lehetett volna a dologban a végén. Volt náluk. Csattani a gumikesztyű, hogy Ferencem, akkor hát a csomagában nem találtunk semmit, akkor legyen szíves átfáradni egy másik vizsgálóba és alsó gatyára vetkőzni. Azt, ha megcsinálják, úristen, elmondom neked, az mekkora csavar. Elmondom neked, hogy ott volt a pulton egy papírdoboz, amiből kikandikáltak a gumikesztyűk, tehát maga a szett az megvolt, de odáig nem jutottunk el. Egyébként aztán mondtam is, hogy ha még egy kicsit tovább viszik, akkor teljesen végem van. Én így is teljesen kész voltam a dologtól, mert tényleg ez a kettőség. Nem tudod, hogy ez most igen, hogy komoly vagy nem, vagy most hallgatták, nem hallgatták.
vagy tényleg meg akarnak vizsgálni. És hát annyira rezenéstelen arccal csinálta végig mindenki, tehát az a srác, aki például elém lépett a piros meg a zöld kapunál, aki megállított és ugye elkezdett kérdezni, hogy honnan jöttem, az annyira vérprofi volt, hogy az Hogy én nem is tudom elképzelni, hogy ő most tényleg nem tudta, tehát neki adtak egy információt, hogy jön ez az ember, megmutatták az én fényképemet, tessék, ezt ki kell venni a sorból, mert annyira rezzeléstelen arccal csinálta, egy fél mosoly nem volt az arcán. Érted? Pedig próbáltam így beugrasztani, hogy mondom, hát... Igen, egy összekacsintás, elmosolyodik el, tudod? Semmi. Igen, semmi. Nagyon jó. Én vagyok, tudod? Nem. Igen, érted, tudom, hogy mire játsz, érted. Tudod, ez most vicc, vagy nem vicc, igen. Na mindjárt megkérdezzük, hogy történt ez, mert hogy itt van, ami Attilánk, Schuller Attila, Vámi Sövédéki szóvívő. Attila, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Százezredesen csókolom az arany kezed! Óriásiak vagytok, hogy ezt megcsináltátok. Hát ez szenzációs. Ezt mi toltuk egy hétig, kicsit egyébként nem gondolván komolyan a dolgot, hogy ti ezt valójában bevállaljátok, de hát le a kalappal, ez nagyon jó. És az, hogy te is kimentél, hát ezt meg aztán külön szeretjük. Milyen volt Feri arca? Kicsit megdöbbent. Tehát azt láttuk rajta, és ott láttam, hogy figyelj nagyon a gumikesztyűt az asztalon, ami ki volt készítve, de azért el kell, hogy mondjam, hogy ő volt a leggyengébb láncem a csapatban, mert azzal kezdte, hogy ő nem hozott semmit, de az utastársai azok bizony igen. Azonnal bemószerolta a többieket. Figyelj, a Gyulára mutogattam, mondtam neki, hogy ha itt valaki kábítószert nyelt, akkor nézzék meg azt a hasat, hát csak abba férhet el. Figyelj, és ti kiadtátok a... Mondjad? Egyébként ez kockázatelemzéssel történik az egész, tehát a kollégáim is hallgatják a műsorotokat, és ez valós egyébként, hogy egy rádióműsor alapján, vagy egy újsághirdetés alapján ellenőrzést tartunk, úgyhogy ez teljesen életszerű volt, hogy így kvázi felkészítettetek minket arra, hogy Feri majd fogjon és esetleg hoz valamit magával, és azt gondolom Ferinek is kérdőt, hogy ez nem arról szól, hogy most itt az utasokat vegzáljuk, és minél jobban visszatartsuk őket, mikor már fáradtak több órás repülőút után, hanem itt bizony biztonságról van szó, hiszen kábítószert, fegyvert csak itt tudjuk kiszűrni, hogyha ellenőrizzük őket. Nagyon helyes, hát ezt kellett a Ferinél is keresni, kábítószer és fegyver. Mind nem kellett, nem mondtuk. Persze, nyilván. A Kairói járattal érkezik. Attila, azt elfelejtettem a helyszínen megkérdezni, igen? Hogy az a srác, aki ott a két kapunál, a piros és a zöld kapu, ahol ketté válik, ott engem megállított, ő beavatott volt? Mindenki be volt avatta. De óriásiak vagytok. Én egy fél órában a visszatérés előtt kín voltam, és akkor nekem már mondták a kollégáim, hogy felszálltatok, rendben, négyen vagytok, úgyhogy várunk benneteket szeretettel. Ja, hogy leadták a drótot, hogy ők fölszálltak, ott vannak, négyen vannak. A törvény szerint mi hozzáférünk az utaslistához, tehát azt megnézhetjük, és láttuk, hogy kik azok, akik együtt utaznak. Istenem, de jó ilyen rohadéknak lenni, komolyan. Én úgy szeretem, hogy kiszedtek, Feri. Nyilván most ezt te viszonozhatod majd, mert egy hónap múlva mi is érkezünk. Én mi nem készülünk semmivel, dehogy is. Hát tudjátok, hogy én nem vagyok ilyen. Ez nagyon, nagyon helyes. Meddig tartott maga a dologot? Egy 5 percet állítottátok félre Ferit körülbelül? Hát körülbelül 5 perc lehetett, nem akartok nagyon feltartani, mert mindenki tisztában van azzal, hogy több órát utazott, tehát fáradt, és hát nem tudom, hogyha valaki fáradt, akkor lehet, hogy nincs nagyon kedve poénkodni, és ezért nem akartuk tovább feszíteni a hút, de rendes vámvizsgálat volt, tehát amikor ő ott átjött a zöld folyosón, akkor ő kvázi bejelentést tett, hogy nem hoz magával bejelenteni való árut, és én már csak a végén voltam ott, hogy megnyugtassuk, hogy akkor minden rendben volt, és nem kell attól tartani, hogy esetleg testüregvizsgálatot tartanak a pénzügyőrök, vagy elviszik egy CT-re, hogy megnézzük, hogy a gyomrába lenyelte valamit. Figyelj, én annyira kész voltam az egész dologtól, hogy amikor te leleplezted magad, hogy te vagy az, akivel mi szoktunk beszélgetni itt reggelente, én nekem még úgy az se esett le, nem tudom, nyilván fáradt is voltam nagyon, meg amikor már te voltál a harmadik ember a sorban, aki odalépett, na akkor most tessék, nézzük meg a csomagot, akkor mondtam, hogy jó, nézzük, már csak haladjunk, és aztán ugye te elmosolyogtad magad, és elmondtad, hogy te vagy az, akivel mi szoktunk reggelente beszélgetni, én már az nekem az ilyen elment információ volt. Nem is tudtam, mit kezdni, mondom, jó, oké, nem érdekel, hogy ki vagy, nézd meg a csomagot, meg nyújj be a fenekembe, csak menjünk már! Igen, minden a vazelines bödönöket kerestél fel, mert mi erre készítettünk téged. De nagyon rendesek voltatok, tényleg. Köszönjük szépen, Attila, hát a nagyon kollégáimnak. Átadjuk meg, hát mondjátok nekik is, így van, mert nagyon, nagyon helyesek vagytok. Ha minket kihagytok, az nem lesz baj, nem fogunk megsértődni egyébként. Én átszállok vonatra. Mi Frankfurtba a kocsival jövünk, személyautóval. Majd valamit kitalálunk, személyautót is ellenőrizhetjük, hiszen az ország területén bárhol bárkit megállíthatnak a NAV pénzügyőrei mélységi ellenőrzés keretében, tehát
Ahogy szoktam mondani, hogyha nincs félnivalótok, akkor nem kell tartani a naftól. A nap süssön rád, Attila, hogy ilyen jókedvű vagy. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, Attila. Köszönöm, Schuller Attila. Őrnagy vám és jövedéki szóvivő vonalban. Hát gyerekek, komolyan mondom, sose gondoltuk, hogy ennyire jó arcok, nem? Na, nagyon. És, ja, és azt elmondta, ezt meg kellett volna kérdezni. Kicsit minden... kezdek izgulni, hogy velünk mi lesz. Semmi. Hát tudod, hogy én nem vagyok ilyen, hogy készülök. És azt mondta el még az Attila, hogy ők hallgatták a rádiót, és akkor nem nagyon tudták eldönteni, hogy mi legyen, mert ha a felkérés után, amit te most már két hete nyomsz, hogy majd én megyek haza, nem csinálnak semmit, akkor az a nem jó. Ha valamit csinálnak, akkor arra meg nyilván én készülök, az a nem jó. Mondta, hogy nagyon sokat gondolkoztak rajta, és hát így döntöttek, mondtam, hogy kiváló döntés volt. De tényleg kiváló döntés volt, hogy a frászt hoztátok rám. A Jobbik utat választották, ezt nem lecsapni, igen. Az akkor azt gondolhatjuk, hogy elhanyagolták a Kairó járatot, és nem vonultak föl. Így viszont biztonságban érezzük magunkat, hogy senki nem tud behozni semmit egyébként Kairóból. Igen, még egyébként tényleg milyen szerencsé, hogy nem vettél ott valami 600 karton cigarettát, vagy valamit tudod. Feltételez, hogy á, úgy se lesz semmi, á, ezzel a nap nem foglalkozik, és egy ilyen hatalmasat pereceltél volna. Négy ilyen afrikai szobor, három műkincs, 400 karton kubai szivar, tudod, a vámmentes övezetben 60 darab parfüm, amit így behoztál volna. És így dugdosod el, szánalmasan dugdosod el a repülőtéri nájlonzacskókat a hátad mögé. Á, nincs nálam semmi, és látják, hogy ott van a free, duty free. Egy vicces ellenőrzésnek indul, és kiderül, hogy 4 órán keresztül kellett szétszedni a csomagodat, mert annyi mindent hoztál. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.